Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgatók. Szép volt, Gyoko. Bocs, csak nyilatkozik a Gyoko éppen, gyerekek. Tényleg ezek a reggeli műsor, a televízió. Gyerekek, Gyoko nyilatkozik, mert hozta a második fordulót, úgyhogy mindjárt megnézem Roger mit játszott. Aki nem akarja, hogy most tudja, mert fölvettem, az most egy pillanatra ne figyeljen, de muszáj megnéznem. Énekelj otthon hangosan a rádió előtt. Igen. Ne halld. Mert hogy játszott, Gyoko 3 szedben nyert. Gyerekek, nem találom. Istenem. Pedig hogy izgulok? Még nem kezdett még. Tessék? Hogy izgulok? Izgultál? Rozséval, vagy Nadal, melyik játszol? Neked a Nadal az embered. Ne, Feri, neked Gyoko az embered. Én lélegzett visszafolytva várom az gyerekek, előre. Megtalálom, nem tudom. 40 fok van a Rodlévernek a közepén. Ájulnak el a labdaszedők, ájulnak el a játékosok, a csajok. Az egyik csaj nyilatkozta, pont tegnap láttam, visszanéztem az ismétlést, hogy megolvadt az üvege, az ásványvizes palack. Az ásványvizes palackból mondta, hogy inni akart, és mondta, hogy nem tudott hozzányúlni, olyan forró volt, kint hagyta a napon, hogy megolvadt a műanyag. Nagyon súlyos. Volt egyébként már a játékosok részéről is egy kis felháborodás, meg tiltakozás, pont egy olyan játékostól, aki egyébként így beájult meccs közben, 42 fokba tolják végig, és azért itt elég sok összetes játszma van. Tegnap érdekelt voltam egy játékban, egy kövér 300 forint erejé. Bejött? De nem hiszitek el. 7 óra 55-kor feltettem 300 forintot az egyik játékosra, 00:30-kor még játszottak. Jézusom. Tehát, hogy azért kis névről van szó. Meg, megmondom neked. Ő nem szereti az ilyesmit, érted? Ő hazárdírozik. Akkor tényleg igazán azt mondtam volna, hogy zseni vagy a témában, mert hogy itt egy olyan ötszetes játszma volt, hogy oda-vissza nyeregették el egymást, találom a kis nyomorult pontjaikat. Van, mondd meg, kire teszel, és megmondom, hogy te egy jelen vagy, és nézd meg utána, hogy megnyeri. Az összes játékost ismerem. Tehát nagyjából nyilván vannak, tehát lehetne rossz napja, de megmondom, hogy ki az esélyesebb, anélkül az otcokat látnám. Megmondom neked, hogy kire tegyél. Jó. Na, simán. Vagy nem, na de nem nyertem, de nem is ez a lényeg az egészben, hanem az, hogy basszus, 00:30-kor még mindig tolták. Hát te az ötszett az ilyen. És hát itt ugye azért ez a 42 fok azért bárkit, a legkeményebb szervezetet és meg a legkomolyabb élsportolókat is azért kikezdi elég rendesen. Hát igen, Roger már úgy készül, ugye, hogy megy a Dubái edzőközpontjába, ott már van egy ilyen 30 fok, ott edz januárban. De ez egy saját edzőközpont? Az egy saját edzőközpontja van Dubájban, igen. Fél is az. Hát, ott de ki adja bérbe a sejkeknek? Vagy egy sejk üthet vele kettőt? Sok pénzért? Szerintem nem. Nem. Ezt nagyon nem adja ki. Ez a saját edzőközpontja. Aha. És ő Dubájból megy aztán Ausztráliába, tehát ott aklimatizálódik. Nagyon sokan csinálják ezt egyébként. Állandóan az a rohadt homok a pályán. Rohadt életben ott mindenféle. Dubájban. Fúj! Állarcos csávok ott rohangáljanak körülötte. Igen. Mindenhol Nadal poszterek vannak, még Gyoko poszterek, hogy a pszichai stresszre is így felkészüljön. Igen. Dobod az ütőt, akkor csak oda. A Beckert nézném már meg nagyon szívesen, hogy néz ki a Becker, mert azt még nem láttam. Álltok, rommá szívta az agyát. Tehát ugye a Boris Becker edzi most. És ugye hát ő azért nem keveset kokszolt, csajozott. Tényleg? Prostizott. Persze. Egyre Becker... szeretem ezt a sportot. A Becker nagyon durván tolta, azután miután abba hagyta a teniszt. És nem láttam sajnos Gyoko meccsét, nem tudom, mert ugye ott ülnek föl, mindig van a saját páholya minden játékosnak. Aha. Van a saját páholya, ott ül az edző, a tím, a masször, mindenki, család. És ott ül ugye az edző is, de nem láttam még a Beckert, sajnos nagyon megnézni, szerintem romokban van a csávó. Hát így ki se lát a szeméből. Valószínűleg úgy néz ki, mintha minden reggel még 3 gram kokszot így betolna. Lehet, hogy még szereti a dolgot. És ez olyan, hogy ha viszed a családot, akkor neki nem kell jegyet venni? Tehát persze, van egy saját persze. Pályod, van egy saját felhasználható kereted, ezek úgynevezett badge-ek. És ezek a badge-ek, ez ilyen nyakadba akaszek, ezért te be tudsz menni bárhova. A családod is ilyen extra badge-eket kap, tehát bárhova. És akkor nyilván Rogernak nagyobb a keret, top 70-es játékos 86. helyezettének meg kevésbé nagy a keret, de vihetsz magaddal edzőtímet, hát akik ott ülnek a te páholyodba, persze. Van kis svéd asztal. Kim voltam Wimbledonba, akkor olyan Sarapova páholyába ültem. Hiszen rokonok voltam. Úgy sikerült a Babos Timiékkel bejutnom, hogy én voltam a Babos masszőre, ugye, és kaptam egy badge-et, és bejutottam a Sarapovát, és ott hallottam, hogy hogy üsse a tenyeres, hogy ott kiabáltak, meg ott káromkodtak mellettem, és rám néztek, tudod, hogy mégis hogy kerülök oda. De hogy
ugye van, amikor egy páholyban ül a két tím. Aha. És akkor gondolták, hogy én a másik. A másik, én a másik meg azt gondolta, hogy ő és a másik. És a másik, mikor pontot ütött, fehér akkor hú-hú! A testvér. Nagyon kell törülnöm, hogy ne legyen feltűnő, mikor Sarapova ellen pontot ütött, hajrá, szép volt, oda el kellett játszom, nagyon tapsoltam. Krasszívajám! Ugye ott ültem a páholyba, picit megilletődve, úgyhogy ez elég nagy élmény volt. De igen, saját páholyuk van persze. Isten, anyámat egyszer egy ilyenre elvinném, te megvan, hogy ott svéd asztalán botorkálna Maris. Nincs egy kis bácskai rizses. Saját edzőtermük van, például Wimbledonban van saját edzőterem, ahol lehetnek melegíteni, ott az edző lemegy, saját éttermük van a játékosoknak, ahova már nem mehet be nagyon senki, csak a játékosok, és akkor ott különböző menüből lehetnek ingyen. Szóval, hogy nagyon-nagyon ki vannak szolgálva, persze. Na mindjárt, mert megnézzük Roger. Szerintem el lehet Roger, nem is játszott, most nem tudom. Mi újság van? Hát minden a szakad az eső, srácok, itt tölt már az új jaksi. Na, szereztél új jaksit? Igen. Az én kedves hallgatónk Joltával Gábornak hívják, ő többet nem tudok róla, sikerült meglehetősen jutányos áron, konkrétan ingyen hozzájutnom egy lítium-ion akkumulátorhoz, ugye tegnap volt egy kis tesztünk, tűzünk kezd tüzet gyújtani, úgyhogy felhasítunk egy lítium-ion akkumulátort, nem tudtunk vele, de hőt termelt. És ha esetleg lett volna valamilyen kis száraz mohánk, vagy lett volna egy kis vattánk, vagy ilyesmi, szerintem be is gyulladt volna. Tehát működhetett volna a dolog. Gyulával beszéltem, ami minden tudó, bocsánat, kicsit kineveztem. Már programigazgatóra? Műszaki igazgatónkkal. És most két dolgot mondott, hogy egyrészt, szerintem igen, hogy meggyullad a vatta, másrészt, hogy mossunk kezet utána, de nagyon mérgező. Mondtam, hogy közgyula. A mostatok? Én mostam. Jó. Mostam és fertőtlenítettem is. Jó, mert nem lehet utána például enni. Tehát amikor litium ion akkumulátor szétvág, sose egyél utána. Ne, ezt is mondtam, nem. Hogy soha. Suszi, köszi. Nem, igazán Gyulán, én mindig kezdet mosom. Akárhogy folyt a nyálam, nem. Nem, én is nagyon megkívántam, de nem voltam hajlandó belőle lenni. Tegnap nagy vizsgálat volt, kérem szépen nálunk. Urológia? Ja. Dehogy is. Szájon át vagy? Nem. Hát a robbantás, figyeljetek, az van, hogy tovább gyűrűzik az ügy. Egy, azt hiszem, 2 vagy 3 kilométeres kört jelöltek ki a rend éber őrei, tehát ugye a 13. kerületi Wall Streetnél leszúrták a körzőt, ahogy te nevezted, nagyon találóan ott a banksort, leszúrták a körzőt, egy 3 kilométeres kört húztak, és azon belül minden garást megvizsgáltak, hogy hát, ha ott áll a motor. Tetszett valamit hallani? Mi gyömrön? Kicsit elcsúszott a körző. Minden garást megnéztek, hogy azt gondolták, hogy így a szomszédban megáll az elkövető mocival, vagy... Hát, gondolom, igen. Szemtanúk megnézik, persze, környékkel, akik sikerült esetleg a motor beazonosítani, igen. Még mindig, és most az a terv, hogy állítólag tényleg azért ment az emberünk, hogy bankot robbantson, már ne így, hanem hogy elvigye a pénzt. Tehát komolyan? Hogy ez valaki... Szerintem nem. De figyelj, ezt komolyan gondolja valaki? Hát ezek szerintem most csak teóriák. Tehát, aha, hogy szerintem nem. Szerintem hogy? Kirobbantja az ATM-et? És motorral elviszi? És motorral elviszi? Szerintem nem. És lepkehálóval összeszedi azt, ami egyébként itt szállingozik, cafhatokra tépve a levegőben? Hát, igen, nem. Igen. Tehát szerintem ez nem erről szólt, ez kiderül majd. Akkor most terel, és a rendőrség terel, altatnak. Ezzel nem tudom, csak én is gondolkoztam rajta, ott jártak körbe a rendőrök, pont nem találkoztunk össze, pedig biztos lett volna miről beszélgetni, hogy keressük a mocit, és akkor ma reggel hallottam a hírekben, hogy ugye az a teória, hogy ő mégiscsak el akarta vinni a pénzt. Ez tök logikátlan az egész, hogyha belegondolunk, mert az. Ugye a belső részekhez, a belső kasszákhoz, széfekhez, páncélteremhez adott esetben nem fért volna hozzá, akkor se, hogyha kirobbantja mondjuk a portált, hogyha meg esetleg az ATM-re utazott volna, akkor meg ott tudnia kell, hogy ugye nem időzel, hanem ilyen festékkapszulával van védve, tehát ahogy feszegeti rögtön, akkor minden festék. Tehát az egész ahhoz képest meg, hogy milyen profi megcsinált ezt a robbanó szerkezetet, meg ahogy így rákészülgetett a dolgokra. De még egy ilyen robbanás után nincs időd, érted? De még csak annyi időd sincs. Tétel, mert itt ugye úgy van, hogy van egy külső ajtó. Lehúzod a kártyádat, akkor éjszaka, ha mész, kinyílik az ajtó, belépsz egy ilyen előtérbe, és ott van az ATM. Igen. Tehát, hogy ő valószínűleg azt akarta kirobbantani. De hát egy ilyen robbanás után szerinted bárkinek van arra ideje, hogy összeszedje a lóvét. Tételezzük fel, hogy egyébként az ATM kinyílt a robbantástól. Igen, és hogy nem működött a kapszula. És hogy nem működött a festékpatron. Szóval, hogy így nem is értem, hogy ezt kitalálta ki, hogy... Nem, hogy, szerintem se ez volt. Ugye? Nem. De érdekes, hogy most egy-két dolgot nem tudnak megfejteni, nem? A Soroksári ügy, az a futónő, nagyon nagy csönd van, igen. Igazából utána azt olvasom, hogy valami Lexust keresnek, de hogy az sincs nagyon meg. Jó, itt ez nyilván 2 napja történt, vagy 1 napja, tehát hogy ez még meg lehet. Csak úgy van most egy-két ilyen fekete folt, vagy vak volt így, nem? Hát ez valószínűleg meg lesz nyilván. Hát ez,
Bár a fene se tudja, hát egy bukós és akkor rendszer nélküli motort megtalál, nehéz. Valószínűleg lopott volt a motor is. Valahol ledönti, rohan két utcát, fölmegy egy lifttel, ott már nem találják meg soha. De telefon, szimkártya, kivoltott cella információ, hát ezért sok mindent lehet, azért gondolom, nem vagyok egy Sherlock. Nem volt rossz. De nem volt. Hát ugye hol robbantották, valahol üzembe helyezték, milyen számok voltak azon a környéken akkor, amikor robbantottak. Hát valahogy gondolom így indulnak el. Nyomok, bomba. De hogyha igazán profi volt, akkor nyilván vásárolt magának valahol gyorsan egy szimkártyát, valami izébe, valami már gyakorlatilag hipermarketekbe is lehet vásárolni. Egyszer használta, csak erre használta. Tehát, hogy azért... Jó, akkor ezt így lezártuk. Ja. Nyitom az új ablakot. Tessék, figyeljél, hogy akkor, ha ő nem a pénzért ment, hanem azért, mert valamit üzenni akart, hol az üzenet? Hát maga a robbantás. Hát, vagy maga a robbantás. Oké, csak mindig, amikor elkövetjük, mi például terrorszervezetek, ilyen Al-Qaida meg akkor utána egyebek, magadra vállalod. Akkor A. magadra vállalod, B. elmondod, hogy azt, vagy mikor itt az írek robbangatnak, akkor azt mondják, hogy szeretnénk, ha ezért John Mac akár kicsodát kiengednék a börtönből, ahol érted? Tehát, hogy nem nincs hozzá az baj, hogy felragasztotta az ajtóra az üzenetet. Csak hát az ugye. Felragasztotta szépen akkurátusan, négy szikszalag csíkja, aztán hát... Érted. Igen, meg ha mondjuk ez a bankok ellen ment, akkor, hogy a 13. kerület, én szeretném jelezni, rettetesen gazdag, nagyon sok bankvezér ott lakik, nálunk a Béke úton. Hát érted? Tehát, hogy a francokat lakik ott. Tehát, hogyha akarsz üzenni valakinek, akkor miért egy ilyen 13. kerületi bankfiókot robbantasz? Szóval nekem valahogy nem áll össze ez a sztori, de majd biztos megfejtik, akik okosak. Hát lehet, hogy a bombakészítés nem elfogyott, a kreativitás és minden más. Totál értelmetlen volt. Mindent. Na de mégis gyerekek, hát azért csak csinált egy bombát. Nem annyira. És most minden bank előtt tényleg áll egy biztonsági őr? Vagy egy rendőr? Komolyan? Gyerekek, jó sok rendőr kell akkor. Hát van 100, 200, 300 bankfiók. Akkor mi lesz a lavinával? Éjszaka vannak csak. Ja. Szerintem éjszakai őrzés van. Ami mondjuk, ha tart egy hónapig, akkor nyilván az emberünk, ha akar újabbat robbantani, akkor azt kivárja ezt az egy hónapot, azt majd utána robbant. De hát legalább vigyáztak a bankokra. Nagy öröm ez mi? Ez megnyugtatom. Igen. Igen. Na jó, van, megjött a mezünk? Meg. Én láttam. Ott van a lábadnál. Ezt komolyan mondjátok? Aha, be van készítve. Fifázacskó. Minden így gyerekek. Egy fifázacskó van bekészítve a lábamhoz. Kérlek szépen, Real Madrid mez. És ott elől. Ott ékeskedik rajta. Jó. És ott van. Aha. A főhős aláírása. És ott van, jó rondán ír úgy ír, hogy én igen. Ronaldo ennyit írt. Ez a Cristiano Ronaldo, vagy a másik Ronaldo? Ne, a Cristiano van elől. A Cristiano van elől. És akkor hátol még, ott szerénykedik. Az Zidane megismertem. Igen. Aha. És hát akkor ő meg a másik Ronaldo. Így van. Aha, hát ő is. Az Zidane ír a legszebben, gyerekek. Igen. A másik Ronaldo ennyit írt. Igen. Ronaldo elölolvasható. Igen. És hát az Zidane fura. Az Zidane olvasható, a nagy Ronaldo. Ő ír a legrondábban. Igen, ő is érdekes. Igen. Hát konkrétan, mint egy tag úgy néz ki, egy olvashatatlan. Nem olvasható nyilván. Annak, aki ért hozzá. Hát igen, ezt hogy hívják? Innen vitte ki. A gyártó. Ja. Küldte is valószínűleg. Igen. Fel volt. A gyártó küldte a polót, úgy vitték ki, és ott van aláíró egy gyönyörű, szép Real Madridos mez. Kérem szépen, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, és Ronaldónak mi a másik neve? Ronaldo? Milyen Ronaldo volt, Jani? A nagy, a pufi. Hát nagy Ronaldo. De tényleg, mi van? Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, de a Ronaldo milyen Ronaldo volt? Ez írja már meg. Károly. Károly Ronaldo? Vagy Ronaldo Károly? Úgy. Karcsi Ronaldo? Tényleg nagy Ronaldo? Milyen Ronaldo? Hát figyelj, Luis Nazario de Lima. Így hívják? Uh-huh. Én azt hittem, ami ismert évnek kéne, hogy beugorjon, de akkor nem, akkor nem ostorozom magam, mert akkor nem olyan, mint Franz Beckenbauer vagy Cristiano Ronaldo, ez csak Ronaldo. Nem, ezek a dél-amerikaiak, ezek mindig így túl bonyolítják a dolgokat, úgy... Tök hülyék, minek ezt így bonyolítani? Mennyire szóval... fölkerülni egy mezre így? Nagyon sokba. Ugye van egy szponzora ennek a csapatnak, egy repülő társaság. A Fly Emirates, igen. Ne reklámozd őket, még véletlenül vesz valaki náluk egy jegyet. Igen. Az Emirátusok. Hogy ez egy arab akciófilmnek a címe, a repülő emírek. De nyugodtan egyébként. Ők lettek azt hiszem az év légitársasága megint. Hogy ez mennyibe kerül? Bemész a Barcelonához, vagy a Madridhoz.
Hogy oda vegyél egy... Vegyél nem, hanem, hogy szeretnék a mezen lenni. Hogy főszponzor legyen? Hogy bemenne az a Titus. Ahol a klassz FM-et föl tudjuk tenni egy meccsre, gyerekek. Hát azt mondanák, hogy akkor persze. Milyen? Ja, egy meccsre igen, akkor azt egy évre, mit tudom én, 30 millió euró. Nem, hát nem ha így befolyna az államkasszába, de Varga Mihály levegőbe csapna. Kibontanának itt félök mezőt. Igen. Na, drága hallgatóink, tehát megvan a mezünk, és tegnap írt Ticker, hogy... Hogy kell neki? Igen, hogy adott egy telefonszámot, hogy őt hívjuk. Nem, hanem azt írta, várjál, itt van, hogy a Bayern ezt is megszerezte. Tényleg? Igen. Hogy Bebe? Hogy Bebe. Hogy Bebe, megszereztem a Bayern ezt is. Most az ez azt jelenti, hogy azt nekünk? Nyilván. Húha. Most, hát, na majd ezt lecsekkoljuk, nehogy belógassunk. Igen, nehogy az legyen, hogy valamelyik a kollégának odaadta, hogy majd valamelyik délután egy műsorban sorsolják ki azt is, mi még itt kisorsoljuk. Igen, és aztán csak magamnak szereztem. Igen, de hogy álltok, meg van a Bayern ez is. Bizony. Jó, 9 óra után van a sorsolás, 9 óra után elhangzik majd egy darab kérdés. Nem túl bonyolult, nem túl nehéz, minél többen tudjanak SMS-t írni. 28, 38, nem tudom, hány forintot kell erre rászánni. Sokan fognak írni, kevés az esélye, hogy nyerjetek, de valakinek szeretnénk odaadni. Ha ír hozzá indoklást, hogy miért, vagy kinek, vagy hogyan, miképpen, kivel, ha valami meghozó történet van mellette, akkor annak örülni fogunk. A kell a mez, az nem olyan. É, add nekem a mezt. Ezt írta? Nem. Ja? Azt hittem, hogy... Na, gyerekek, miénk a mez? Igen? Igen. Na, kiváló. De mely ez? Hát ez... Mindig, ilyen korán mindig hallgat minket a főnök, vigyázzat, hogy gyerek, mit mondtok. Szeretettel köszöntjük az összes dolgozókat. Nem, szóval, hogy akkor holnap pedig sorsoljuk a Bayern mezt. Jó? Hoppá. Legyen akkor ez így. Ma egy Real mez, holnap egy Bayern mez, örülnek a bayeresek, örülnek a reálosok, mindenki örül, gyerekek. Én is örülök. Korrekt. Ha ők örülnek, ők is örülnek. Én örülök, úgyhogy. Akkor mindenki örül. Igen. Adjátok nekem a mezt, barszás vagyok, eladom a Vaterán. Rohadék. Igen. Zidán szépen ír, még szebben fejjel. Nekem még mindig a kedvencem itt, Balázs. Igen. Lakatos Ronaldo, azt mondja valaki, hogy... Torgeller Ronaldo. Nagyon jó megfejtések jönnek Ronaldo másik nevére, ugye Nagy Ronaldo. Ronaldóra írja. Ronaldóra? Ronaldóra. Ronaldóra-nak hívják, igen. Bármit megteszek ezért, amezért, írja egy hallgató. De gyerekek, bármit? Bármit. Egyébként sok mindent tudnánk kérni. Tényleg. Elvakult foci rajongóktól, tényleg sok mindent tudnánk kérni. Egy nagyobb készpénzösszeget is. Csúnya dolgok. Jó, lehet. Hát csak mondom, hogy engem már többen bezsaroltak a baráti társaságból is. Hogy? Hát, hogy vége lesz a barátságunknak, hogyha nem szerzem meg valójában. De nem voltál, nem voltál megvesztegethető. Vagy elkérted a dolgot, de nem kapják meg ezt a szereget. Nem, tegnap el kellett mennem bevásárolni, és hamisítanom kellett 3 aláírás. Egyébként tényleg, ugye veszel egy ilyen pólót, most már látod, hogy írnak alá, hamisítod, és gyorsan megadtak szó belőle. Jó, a játékban mi a helyzet? 2-0. 2-0 hasítunk? Tényleg? Úgyhogy ma feltetjük az íre a pontot. Igen, az évkezdés is jó volt, ez a második melós hét. Ebben az évben az első hetet azt megnyertük, 3-2-re valaki csapja le ezt a rohadt legyet, mert most már idegesít. Marha érdekes egyébként tényleg, hogy ott valahol felé lett. Aha. Hát ebben a plusz 4-be, plusz 5-be, hát plusz 10-ben. Kis esőbe, összebújós időben. Szóval megnyertük a múlt hetet, és ezen a héten is 2 pontunk van eddig. Tehát ha ma? Ha ma, akkor hello. Na, akkor ez a hét. Ha izgalmassá akarjuk tenni, akkor ma elengedjük. Uh-huh. És akkor holnap lehet. Legyen egy ilyen, kamunyerés? Az ne legyen, kamunyerés ne legyen, de ha véletlenül ma egy valaki bénán játszik közülünk, vagy nagyon-nagyon jó a játékos, akkor azt lehet mondani, hogy holnap még vihető. Ki játszott a héten, és ki nem? Ti ketten játszottatok, és Anna meg Zsül még nem. Én azt hiszem játszottam, gyerekek. Játszottál, tehát te nyitottad a hetet, tegnap Jani volt. Megadtam az alaphangot? Meg. Szépen tettem? Igen. Igen. Jó. Én tovább vágtam a csapást, tovább tapostam az ösvényt, és most Ferinek kell jönnie. Jó. Legyen. Gyerekek, mikor jön valami hó, vagy valami? Már unom ezt az időt. Hát egyelőre nem nagyon várható semmi ilyesmi. Gyakorlatilag a jövő héten végig pluszok lesznek. Dicsérni akartam, hogy ugye
az idő jó sokat, mert hogy erre napra konkrétan esőt mondtak, és be is jött. És ez engem meglepett. És már annak mert hogy már múlt héten is egyébként erre a napra mondták az esőt, és tényleg, és most valahogy ez a dolog így összejött. Szerintem azért ott is most gondolom, amikor jól indul a nap, mert sikerélmény volt. Igen. De a jövő héten végig eső. Ott van, ott a Becker! Ott volt a Becker! Ott volt a Becker! Hát gyerekek, ismerted meg. Azért jó, szóval tudom, hogy hülyének tettetem magam ebben a sportágban. Neked meg... nem szabadott volna megismerni. Ja, a borul az imidzset. Igen, a várjál, akkor ott volt egy sörreklám. Jó. Jó, így már. Hallod? Jó. Hát nem kicsit van begyógyulva a szeme. A csávó úgy néz ki, mint Bud Spencer 70 évesen. Nem tudja kinyitni a szemét, annyira fel van puffadva az arca. Nem keveset kokszolatot. Láttam egy pillanatra. A rettenetes két nagy sportszatyor a szemek alatt, igen, sőt, őt fölötte is, érdekesen, az anyaggal tele nyilván, de örült a srác sikerének, úgyhogy... De ő csinálta meg a lehetetlent, azt hiszem, hogy hány évesen lett Wimbledon? Ittasan. Igen, a legfiatalabb. 14 vagy 16 évesen 8. nyerte meg Wimbledont. Kevés. Azért az milyen? 16 nagyon évesen. Kemény. És ezt azóta is tartja, gondolom. Vagy van már nála fiatalabb győzelem? Á, nincs mi? Nem, nem. 17 éves volt, amikor megnyerte a Wimbledon. Menő. Igen. Na jó, oké. Lehet akkor jelentkezni játékra, arcoskodva egészen nyugodtan. Jó, fiúk, lányok is. Sőt, elsősorban lányok nyugodtan. Hogy... Ja, nem csinálunk ma lányos napot? Tegnap azt beszéltük, hogy minden játékos lány. Hát legyen ma. Ez tök jó lenne. A tegnap azt beszéltük, ugye beszéltünk róla, hogy csak javarészt fiúk jelentkeznek, és hogy csináljunk egy lányos napot, mert hogy mindig fiús nap van, hogy egy legyen ezen a héten egy lányos. Nem muszáj, csak tegnap felvetettük. Csak nézem, hogy összesen 25 millió dollárt keresett a Becker közben. Legyen, de ha a lányok nem akarnak játszani, akkor mi miért erőltetjük, az nem? Is igaz. Ugye, igen, erőltessünk igaz, valamit, ha nem jelentkeznek, nem jelentkeznek. De jelentkezzenek hát, már. Jelentkezzenek, ha van lány, játszik, ha nincs, nincs, de csak azért ne adjuk nekik oda, mert ők nem akarnak játszani. Ma nem? Amúgy is lányos nap van, összebújós idő van. Igen? Ma van a csajos napod? Persze. Ja, hogy nem neked, hanem a... Ne, nekem ja, csak ürügy kell. Hát szerintem, ha van a csajos napod. A bújja. Jól van, fél hét múlt pontosan egy perccel lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Jaj. Nézd már, milyen kis rövid este. Gyorsan vége lett ennek a dalnak. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, még a Pogácsán sem tudtam. Jaj, gyerek. Mi újság? Minden jó, a legnagyobb rendben. Ha, köszi, és te? Hogy szolgál a kedves egészség? Nagy uram. Vezérem. Hogy vagy, vezérem? Jó vagy, nagy uram? Mi volt ez a szám? Dale Henrietta, most, hogy elhagyta a fedélzetét a zenekarának, és önálló életet él, ez volt az első bemutatkozó dala, az Ég veled kezdetű. Vagy most, így. Hogy most már ő egyedül él. Aha, na jó. A sugárlófból, ugye. Oké, jól van. Azt mondja, hogy nézzünk közlekedési híreket, mert hogy vannak közlekedési híreink, hiszen ha nem lennének, nem néznénk. Ugye? Így van. Ha nem volnának, nem lenne mit most beolvasni. De mivel vannak, be fogod tudni őket olvasni. Egyelőre a pólóért való könyörgést látom. Gyerekek, így van, az, hogy 400-at kell lapoznom, mire leérek. Igen. Öldöklő harc megy a pólóért, úgyhogy még nem volt játékkérdés, még nem mondtunk semmit, csak azt, hogy megvan a póló, itt van a kezünkben, de már megy a gyilok. Már megy a gyilok, hogy ki miért, hogyan fenyeget minket, vagy veszteget meg minket, hogy szerezze meg a pólót. M3-as autópálya 135-ös kilométer Szelvénél személygépkocsi a belső szalagkorlátnál Nyíregyháza irányában, a helyszínelés tart. Pécel és Isaszeg között nem működik a vasúti jelzőlámpa, ott is figyeljen mindenki, mert nagyon-nagyon veszélyes az áthaladás. Köszönjük szépen! Képzeljétek el, hogy valószínű a BKK-nak a Facebook oldalát gerebjézgető, azt üzemeltető szolgáltatók biztos berágtak valami, megsértettek valamelyik kommentelem. Figyeld, január 13-a az utolsó bejegyzés. Én ennek örülök. Nem történt semmi, nagyon örülök. Hát, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden halad a maga útján vonalán. Nem lehet, hogy három napja jó a BKV? Nagyon örülök, hogy nem hallgatjuk meg, hogy a 142-es vonalon a 642 E betű járata, a kettő megálló ott kimarad, tehát ez annyira jó, hogy ez nem... Egy dolgot kifelejtettél, értesítjük tisztelt utasainkat. Tehát megvan, hogy nagyon, addig örülök, amíg nincs a BKK oldalán semmi egyébként. Inkább írják ki, hogy mikor adják át a 4-es metrót, mert akarok megállókat menni, nézni. Mondtam már neked. Mikor? Március. Március? Igen. Nem csinálunk onnan egy morning show-t? De csináljuk. Miért? Csináljunk. Hát most úgy csináljunk. Képzelem,
hogy az egyik autó, egyik kocsi csak a miénk, és mint a villam most két éve, visszük. És megyünk végig. Megyünk. Mm-hmm. Kiszállunk, megállítjuk a járatot, megnézzük, a visszaszállunk. Föld alatt van 3G? Vagy 4G? Van. Kell hát, lenni, megoldják meg. Műszaki igazgatónk megoldja. Jól megoldja, húzzon egy kábelt maga után. Kell a Duna alatt bekábelezni. Így van. A meder alatt áthúzza. Az nagyon jó lenne, és meg tudnánk nézni az összes állomást. Te mondtad, hogy ugye mindegyik. Én azt nagyon szeretném, gyönyörűek az állomások, én azt nagyon megnézném. És akkor úgy mi lennénk az első járat? Tök jó. Ezennel felszólítjuk Budapest főváros önkormányzatát, nem, hogy vegyék meg. Hogy adják át önként a szerelvényeket. Igen, vagy elvezzük erőszakkal. De nem, tényleg az jó lenne az egyébként, jó. Ezt bírnám. Menjünk, én nagyon szívesen. Jó, reggel elmetrózunk, megnézzük, kipróbáljuk, megállítjuk. Ti is kíváncsiak vagytok, hogy milyenek az állomások, nagyon, nem? Nagyon, meg a nagyon kíváncsiak. Persze, mert először is utoljára utazol majd rajt. Az és ezért lezáratja magának az egészet. Az én egyszer elmegyek, lezáratom, megnézem, viszünk néhány utast ide-oda, csinálunk egy műsort, összekötöm a kellemeset a hasznosra, és kész. Én egy picit meg is fogom majd unni. Igen. Gyerekek, ne én nem szégyellem, hát nem érillem azokat, akik BKV járnak, én örülök, hogy autóval tudok járni. Utáltam mindig is BKV-zni. Na nézzük meg akkor, hogy ki és mennyire elszánt, mármint a játékosunk, jó, kivel akar játszani, mit tud, mit nem tud, mert hogy már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Elkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló. Jó reggelt kívánok. Sziasztok, fiúk. Tündi vagyok. Tündi, honnan jössz minket? Hello. Oroszlányból. Tatabánya. Igen. Ezt azért így be tudtuk azonosítani. Igen. Mit csinálsz? Már munkában vagy otthon? Itthon vagyok. Ma szabadnapos vagyok. Na, tényleg? De jó neked. De mi a munkád? Középsúlyos fogyatékos gyerekekkel dolgozom. Az egy nehéz, de szép hivatás. Gyönyörűséges. Igen. És akkor már egy kicsi pihi otthon? Igen. Most még kimondhatom, hogy igen. Most még kiélheted magad. Kis házi munka, kis főzés, ez az mindenféle, ugye? Így van, bele fog férni a napomba. Na jól van. Oké, kivel szeretné játszani? Tűnni? Hát én a fecót választanám. Fecót? Nagyszerű. Fecót? Jó van, legyen fecó. Lefecóztak, fecó. Úristen. Ne, nyugodtan. Ügyes ez legyen, nem legdegradálás. Dehogyis, nem, hát lehet. Feri, fecó, ferkó, franci, hát van itt annyi, hogy amit csak akarsz. Na Tündi. Húzzunk bele. Jó, János fog visszaszámlálni. Jani. Tri és tú és van és fejőr. Szereted a munkádat, Tündi? Rettenetesen. Jó dolog segíteni másokon, ugye? Szerintem a segítés a legszebb dolog a világon, amikor oda teszed magad és visszakapod a szeretetet tőlük, főleg tőlük. Mióta csinálod? 2000 óta. Szereted a munkádat, Feri? Imádom. Egyébként van egy közös vonásunk. Mesélj, nagyon szeretünk főzni és enni. Te is szereted? Kedvenc kaja. Pacalpörkölt velővel. Figyelj, soha nem eszünk. De kell, mellett. Hogy vége van. Soha nem eszünk. Hát Tündi. Úristen. Tündi. Soha nem eszünk. Elvéreztem. Igen. Hát az nem igaz, mert hogy jól tartottad magad, szépen kivéreztettek. Igen. Végülis az is elvérzés, de hogy lassú halál volt. Egy dolog nyugtat meg, hogy egy gyönyörű gondolattal zártad, soha nem eszünk csirke mellett. Hát egyébként ez önmagában egy alaptézis, egy kő, amit letettünk az asztalra, nagyon jó itt van, de a nem benne volt, sajnálom. De gulalmas te. Szerettem volna földobni az egészet, így sikerült. Sajnáljuk. Szép ott, Feri! Oké, köszi fiúk, sziasztok! Hello! Szia, szép napot! Hello, Tündi, Így akkor 3-0? 3-0. Ki a hét? Gyerekek! Ennyi. Hoztuk. Na, holnap akár be se jöjjünk. Nem, meg vagyunk, vagy hagyjuk ki a játékot. Kezdjünk hétkor. Gyerekek, nem vagyok nyugodt a bankoki tüntetés miatt.
Ha nem figyelj, örülök neki. Addig nem volt ezzel semmi bajom, amíg a nemzetközi reptereket nem akarták blokkád alá venni, nem tudja az egyet. És amíg a kasza kín volt. Amíg a kasza kín volt. És a kasza jön vissza, de ez egy dolog, de én egy hónap múlva pont mennék ki. Na most olvasom, hogy kb. 20 nap arra akarják lezárni a nemzetközi repteret, ami pont. Még így pont belefér, de ha kicsit ott valamelyik kis rizsevőt meggondolja magát, és még egy 10-es rádob, akkor nem tudok elutazni. És ez viszont nem annyira jó hír. Nektek igen? Nem tudjátok? Nekem nem. Nem, mi már elkönyveltük, hogy te már ja, ti már fölélegeztetek, hogy végre nem lehet. Lesz rockrovat. Rockrovat. Egy héten keresztül itt fogsz durcáskodni. Már régen. Burmába is, akkor onnan átmentek. Tényleg, nagyon jó. Vagy Myanmarba. Myanmarba vagy. Hát még Vietnámba is onnan elsétálunk. Vietnámba. Legyetek Vietnámba. Jó Észak-Korea. Akkor már onnan már ugrás csak Észak-Korea. Miért kell mindig a repteret blokkád alá venni? Tehát így nem is értem. És ráadásul ők azért a turistákból élnek egész szépen. Azért nem értem. Hogy ezek minden évben lőnek egymásra, nem normálisak. Komolyan. Vagy te is fölhúzod magad egy kicsit, ha megnézed ott a királyi palotát, nem? Hogy mi van ott, ugye? Turistaként? Ugye? Igen. Hogy ha mennyi arany van ott, te nézd már, miből élnek ezek. Nyilván ő megeszi a rista csónakban, hát azért van egy tárcsa. Eszi a rista csónakban. Te született távol keleti. Eszi a rista csónakban. Nincs csónakos rizsevés? Rizs van, csónakban. Piac van, esznek, Bangkok csatorna rendszere van, hát hajóztam rajta. Végülis igen, Bangkok csónak van, víz van, rizs van. Tessék, akkor most... És kicsi vágott a szemük. Tehát ott van nem, minden. Abszolút. De vajon a kassza mivel húzhatta föl őket ennyire? Hogy menekülni kellett az országból. Azért akkor harapoztak el ott az események, amikor a kassza kiment, illetve kint volt. Most, hogy jön vissza, érte csapot, papot ott hagy maga után. Lehet előadott egy dalt. Így van. Szerintem simán és lehet. És hangulat közkívánata, lett. Közkívánat régen. Azóta őt akarják megverni. Még a buddhista papok is összeverekedtek. Igen. Na jó van. Egy perc alatt pontosan 7 óra, jönnek a hírek újra, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra volt pontosan 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Friss tenisz eredményekkel, gyerekek. Na. Nem fontosak. Ja. Robredo, meg ilyen, meg Dolgopolov, meg ilyenek. Dolgopolov. De szép. Erős középmezőny, idézőjelesen. Ő a szopfos, a Dolgopolov. Dolgopolov? Nem, őt most nem látod a képen. De az előbb volt egy copfos. Az előbb volt egy copfos, igen. Egy Dolgopolov, ügyes kisfiú. Szorgalmas. Kis hangyamod adogatja vissza a labdákat, nehéz el. Nagy színész. Az előbb láttam. Nagy színész. Hogy eljátszott, hogy már megint visszaadtod a vonal mellé? Kutyafáját, hogy színészkednek ők? Mi az iskoláját? Gyerekek, mondtam 2 hét Ausztrál Open, ezt nem úszátok meg, bocsánat. Tehát egy kis az előbb figyeltem egyébként, az egyik srác kifejezetten rákészült. A mérkőzésen, mert hogy kék napszemüveg volt rajta. Nem hagyta magát összezavarni a színekkel, kék napszemüvegbe játszott. Ugye a kék borításon. Kék a pálya, így van. Tehát hozzá tud öltözni. Igazán profi volt. Bizonyám. Lehet, hogy marhára zavarja, csak menő. Így van. Hogy a fenébe tudnak 5 órát 40 fokba játszani, azt mondjátok meg nekem. Megdöbbentő. Én ilyenkor mindig el szoktam olvasni nagyon szórakoztató és együttérző kommenteket a kedvenc sportoldalamon, ahol például azt írja valaki, hogy azért a pénzért játszanak is, azért a pénzért ne álljuljon el. Ezért a pénzért én például lángosütőbe dolgoztam nem a Balatonnál, 50 fokkal, ez sokkal kevesebbért ért el, és ha én bírtam, bírja ő is. Annyira várom ilyenkor mindig, hogy valaki megírja, hogy akkor mit keresel egy sportoldalon. Tehát érted? Ők is ugyanolyan emberek valószínűleg, és ezek az emberek nagy része, egyébként például ezek az élteniszezők, érdemes belegondolni, hogy van itt egy szűk elit, akik mindig ott vannak valahol, mindig megnyerik a tornát, vagy nem ők, de legalább döntőbe jutnak, de nagy részük ugyanígy végigcsinálja az edzéseket, ugyanígy az egész életét teszi fel, ugyanígy pénzt, energiát fedszöbbel, és nem jut sehova. Úgy fejezi be a pályafutását gyakorlatilag, hogy, hogy 15-20 éven keresztül teniszezett, de nincsen egyetlen nyomorult ATP tornája győzelme sem, a Grand Slam-ekről meg ne is beszéljünk. Tehát, hogy lehet persze mondani, hogy az első 10 játékos rommá keresi magát, de és akkor mi van a többi 1000-rel? Meg 2000-rel, 5000-rel, 10000-rel. A top 100-on belül már rentábilis abszolút. Tehát top 100-on belül vagy ott, az már megtérül. Igen, de hogy 100 teniszezőről beszélünk. Igen. Az összes többi pedig, akik az, meg nagyon tehetséges, és lehet, meg csak több millió van, és csak az aranyérmesre emlékszem mindig az olimpiáról. Hát szoktad írni ezeket a kommenteket? Ilyen A verzió, B verzió. Igen, ez azért minden sportnál igaz. Tudod, te mennyibe kerül egy jegy oda a lelátóra itt? Ha ki van fizetve, ne feküdjön nekem a borítása. Ne álljuljon el a 42 fokon. De ők azért nem csak egymásnak játszanak, hanem nekünk is, meg a sportszerető embereknek is, tehát hogy azért élmény nézni őket.
Mondanék én közlekedési híreket, de nem tudok, mert annyi SMS jön a mezre, hogy egyszerűen meghalt az SMS gépünk, már abból a szempontból, hogy nagyon nehéz közlekedési híreket találni. Valaki azt írja, az ORTT igazgatója vagyok, ugye enyém lesz a mez. Hát már nincs ORTT-je, nem AH van, de ha te az vagy, akkor mindenféleképpen. Igen. Leállítjuk, és mondjuk azt, hogy csak 9 után lehet jelentkezni? Én azt gondolom, hogy ez egy jó lépés lenne, igen. Tehát nem most írjatok, mert 9 után, amikor elhangzott a kérdés, csak azok az SMS-ek számítanak, akik ugye majd akkor írtak. Tehát most ír valaki nekem 6 óra 36-kor, hogy szeretné, mert ezt nem nagyon tudunk azzal mit csinálni. Már nem helyszínelnek az M3-ason, Budapest-Miskolc mindkét irányba jól járható, esik az eső. Hát ez most sok helyen van így egyébként, hogy esik az eső. És más nem látok, nincs is kedvem közlekedést olvasni. Elég volt, nem? Esik az eső. Hát most persze, vigyázzatok, ilyen nagy univerzális igazságokat mondunk így. Csúszik, nem látszik. Igen. Na, egy érdekes dolgot fogunk tesztelni, de ez nem egy termékteszt, amit szoktunk csinálni itt szerdánként. Jó, hogy a banánom hozzáért a messzhez, gyerekek. Úristen. Arrébb rakod, mert össze én leszem, lekávézom, lebanánozom, gyerekek. Mezes lett a banánod. Igen, ez így nem lett, nálam nincs jó helyen, amelyhez ismertek. Szóval, hogy ugye több kutatás arról szól, hogy az öltözködésünk radikális megváltoztatásával jelentős személyiségváltozásokat érhetünk el. Főleg így, hogy tél van, ugye ilyenkor hello. Ilyenkor mondják, hogy öltözzünk, ugye, hogy mit vegyünk föl, meg színeset, meg mit rózsaszín, meg kéket, hogy mit kell fölvenni. Teljesen minden, a feketét, meg a szürkét néha érdemes elfelejteni. Jobb lesz tőle a kedved. Tehát igen. Szerintem ez érdekes megfigyelés, hogy ha a szokásos ilyenkor borús időben szokott fekete szürkében mész, akkor vegyél színeset. Rógatod az orrod, valamit hozzáteszel, és már jobb. Ez a reform vonulathoz leginkább hármunk közül Balázs kötődik, mert ő a legvilágosabb. Mert mi szürkék hát vagyunk, igen. Sötétek vagyunk. Mind a ruhátok, mind az egyéniségetek. Kék. Mi a baj? Ez kék. Hát, miért vagy elszonytolodva? Igen, ez egy ilyen mosott kék. Hát, de elmondom miért, ez ilyen mosott kék, igen, de nem, nincs a színe. Elmondom, mit hallottam minap egy társaságban. Összejárunk valakikkel, mindegy is, hogy ki, és ott van egy nő. Ugye? Milyen meglepő. Hát ez de durva. Nem is gondoltátok volna, mi? Kutya igen, nézni kell meg a gondolatot. Igen, tehát nem egy meleg csoporthoz csatlakoztál, értem. Képzétek, abban a társaságban van egy nő. És elmondta, hogy ő vagy ki akarja próbálni, vagy már van neki egy pár, de hogy... Négyesben? A párcsere. nem mondtam, hogy párcsere, de nem voltam. Hogy parókát akar hordani. Parókát. Aha. Nevettünk jót. De mert a paróka szónál mindig az jut eszedbe, hogy valaki beteg, igen. Nincs haja, kihullott, vagy szégyelli, és ezért parókát hord, nem? És elmondta, hogy ez például Amerikában, Angliában már baromi nagy divat, és hogy ő is szeretne kipróbálni több parókát otthon, és egyszer fölvesz egy fekete hajnak megfelelő parókát, egyszer egy vöröset, egyszer egy szürkét. Hát nyilván mi a társaság másikféle a térdünket csapkodtuk. És apu örül lenne? Apu nem nyilatkozott. Nem mert, nem akart, nem tudott, nem tudom mi volt a helyzet. És próbált minket meggyőzni arról, hogy a paróka az nem csak azoknak van, akik valójában betegek. A feketét meg a vöröset azt értem, de a szürke az miért? Egy gyűrűkra rajongó? Hát Gandalf rajongó, igen. Kelet felül érkezik 5 nap múlva. De ti ezt tudtátok, hogy nők most már nem csak azért hordanak parókát? Mert, mit tudom én, valamit akarnak leplezni vele, hanem azért, mert ma ilyen kedvük van? Vagy holnap olyan? Hát mert hogy egy napra nem tudod átfesteni, ugye? Mert az egyébként megoldás lenne, de akkor valamit fölkapsz, vagy mondjuk egy piros boleróban indulsz el otthonról egy kis fölsőből, akkor egy piros hajat fölveszel. Mert otthoni szerepjátékokhoz én simán el tudom képzelni. Már hogy te fölveszed? Hát persze, hát mit gondoltál? Most Dave Lombardo leszel? Ez igen, az én hajam nem lóg ki alól. Mert otthoni szerepjátékokhoz, tehát otthon asszonyka fölkap egy fekete. Anyu felvesz egyet, és akkor mit tudom én, még hozzá is öltözködik, és egy picit más lesz. Máshogy tudod szólítani. Abban van fantázia. Na mert csak máshogy szólítani. Mi egy másik nevet mondja neki. Eszter. Eszter olyan durva. De hogy reggel fölveszi a nő, és elindul fekete hajjal, és kicsit néha egy ilyen paróka vakaróval így alávakar, ha viszkelt. Igen. Mint Versailles-ban. Nem, szerintem buliba például, ha mész. És kirázza belőle időnként a rizsport. Na de várjatok, gyerekek. Kirázza a rizsport. Összejössz egy csajjal, hazaviszed. És egyszer csak azt látod, hogy ott van egy ilyen kopasz fej a tükör előtt, de még így nem tudod az a kis bába, aha. De még így nem érted, hogy miért, majd kijön a fürdőszobából, kinyit két csatot a fején, és rárakja a kis kopasz fejre a parókáját.
Hát, és a mindez ideig fekete hajú csajt, csak melyik szőke rövid szürtökkel. Azért az szerintem fura, nem? De ha lehet a rövidebb a hajat úgy applikálni, vagy nem tudom milyen a szakszó, hogy ne lógjunk. Tehát nem csak kopasz nők hordanak parókát. Igen, azt mondom. Nem azt mondom, hanem mit tudom én, akkor egy fekete hosszú hajú nő lesz abból, akit te föl, egy szőkéből. Azt mondod neki, míg után hazajöttetek, vetkőz bébi, és leszedi a haját. És leszedi a haját. Ja, hát nem erre gondoltam. Na, de én a hajattól is váljál meg, bébi. Igen, de hogy az ugye az elég fura. Nem, szerintem ez inkább egy ilyen állandó kapcsolatban élő monogám típusúaknál dobhatja föl esetleg így a hétköznapokat. Tehát, hogy anyu felveszi a parókát, mit tudom én, tehát hétfő, szerda, péntek, fekete, vörös, szürke. Igen, szürke. Ez leginkább egyébként nyilván nem a párkapcsolatnak szól, hanem a nők önmagukat akarják ezzel feldobni, gondolom én. Tehát, hogy ma olyan kedved van, nem, hogy te ma egy rövidhajú fekete lennél. És igen. Akkor te ma egy rövidhajú fekete igen, vagy. Akkor megcsinálod ezt. És nagyon sokan használják már. Na, de kérünk egy kis segítséget, mert hogy mindjárt le is teszteljük ezt a dolgot, hogy működik-e. Vannak nekünk itt női alkalmazottaink, úgyhogy Annát nem sokára bedobjuk. Zsolt és Rita, hello, itt vagytok, jó reggelt kívánunk nektek. Rita, inkább te beszélsz, ahogy hallottam. Sziasztok, igen. Testvérem majd Annára próbáljon. Ő meg Annára dobja. Igen. Ezt akkor ki is nyomhatjuk. Ti parókával foglalkoztok, vagy parókákkal? Parókákkal. Jó, közel a mikrofon, egy kicsit közelebb. Parókával foglalkozunk. Uh-huh. Most már a családunk 20 éve. És igen, úgyhogy van némi tapasztalatunk. Tulajdonképpen azt tudnám mondani, hogy a nők és a hajuk. És szerintem ezzel mindent elmondtam. Erről azért hosszú könyvet lehetne írni, hogy a nők és a hajuk, tehát aha. Hogy állnak hozzá. Amúgy férfi létetekre nagyon jól értitek a nőket. Úgy gondolom. Lelkemény nő vagyok. Igen. Ezt mindig is mondtam. És amiket mondtatok, igen, szoktak ilyen szempontok szerint is vásárolni, meg azért még van néhány más indok, ami miatt egy nő parókát vásárol. Például van, akinek nagy, szőke, dús haja van, gyönyörű, szép, és nagyon szép nő, tényleg, mint aki a címlapról jön le, és hát ugye nem meri mondjuk levágatni a haját, egy rövid vöröset szeretne. De hát azért, és az hordja néha. Aha. Mit elmegy az országban mondjuk olyan helyre, ahol nem ismerik, akkor fölveszi mondjuk a rövid vöröset. Uh-huh. És akkor most kipróbálhatja ezt a hajlat. Ezt hallottam én is a társadalmi, mert tényleg nem úgy kell elképzelni, hogy egy Cellux csíkkal odarakod, igen. Kicsit viszket alattam, meg akarod izzadsz alattat, lerakod, tehát ez egész már nem ilyen. Kényelmes világban élünk. Aha, de én álmulva hallgattam. Ez most rajtad paróka? Nem. Kiderül, hogy hosszú fekete, hosszú fekete hajad van, csak te is felvetted. És a testvéreden paróka van? Igen, a reklámarcunk egyébként, igen. Igen, tök kopasz egyébként. Rajta szoktam felpróbálni az új fazonokat, igen. A hölgyek nem jönnek zavarba egyébként, hogy nincs hajam. Ja, igen, a nagy kritikus egyébként. Aha. Talán még nagyobb kritikus, mint én. Műhajazás van, vagy most már ezek mind igazi eredeti másoktól? Műhaj? Nekem egyébként, megmondom őszintén, amikor először hallottam, de nem először hallottam, mert nyilván hallottam, hogy van, amikor igazi hajat használnak fel, és akkor egy picit olyan fura volt, hogy másnak a haját feltenni. Sokan állnak így hozzá. Igen, ez egy érdekes dolog, azért az igazi haj is nagyon jó, meg van, aki ragaszkodik hozzá, de az például dekára is, tehát súlyra nehezebb. Tehát például egy hosszú hajat mondjuk vinne, az egy 16-18 órát a fején van, mondjuk reggel fölteszi, este veszi le, hát mondjuk azért cipelni is kell akár. A szintetikus hajak talán azért jók, mert egy rohanó világban élünk. És most már több fiatal lány jön be azért, hogy visz egy parókát, mert színházba kell mennie, konferenciára kell mennie, tárgyalásra kell mennie, rendezvúra kell mennie, és visz egy ugyanolyan hajat, mint a sajátja, de nincs ideje. Felfogadatlan, hogy a kocsiba valaki fölvesz egy parókát, nagyon jó. Nem szúrod ki? Sok esetben még, hát volt már olyan, hogy én nem ismertem meg, hogy a saját parókánkba jött be egy vevő. Uh-huh. Egyébként volt már ilyen, annyi, hogy még a saját ismerősei is, hogyha nagyon, tehát olyat választ, mint a saját haja, akkor azt mondja, hogy csak beszállítom. De minek választasz egy ugyanőt, mint ami a fejeden? Mert elmegy valahová, és nincs ideje megmosni, megszállítani, és jól akar kinézni, és földobja, kész. Ja, hogy tehát hajmosás helyett is vannak nők, akik már földobnak parókát. Most már a rohanó világban? Atya Isten. Igen. És nem veszik észre. Istenem. Hová tart ez a világ? Lakáskulcs, mobil megvan. Póthaj. Jó van. És nem viszket alatta meg? Nem izzad meg? Meg nem, semmi? Nem, hálós. Tehát az ujjam befér, akkor a hálóból van így fel. Tehát alatta szellőzik? Persze.
Persze, persze, természetesen. És a hajfogásra milyen? Haj? Mint férfi? Hát ez teljesen, hát ezt nem mondod meg. Ezt nem mondod meg. Kicsit egy balzsam elférne, mert picit szárazabb, de egyébként kicsit tapításra férjük. Majd mutattuk mást is. Ő tényleg olyan. Ezeket is be lehet egyébként szárítani? Ezeket nem. Ha megmossa, ugyanúgy fog kinézni a szintetikus. Az eredetit, azt én úgy tudom, hogy azt be kell azért szárítani. Igen, az csak eredetit. A fazonjuk valahogy olyan nagyon parókás, nem? Szóval, hát, hogy... Igen, de ha fölteszed más. Nyilván fölteszed teljesen más, de mondjuk ő festéktűzhető habcibenő barátja, nem? De ő picit megállhatnak, ő abszolút pompom. És körkodik. Igen. Na, a személyiségük megváltozik a csajoknak egyébként? Tehát elkezdenek máshogy viselkedni egy-egy parókával? Mondjuk talán nálunk még ott az üzletben nem biztos, de ahogy kilépnek. Mosolyognak, és azért látszik, hogy már igen, mondjuk azért a kézmozdulatuk is, vagy a járásuk is, ugye ott a nagy tükörben, ahogy nézik magukat, mondjuk így ahogy magukkal szemben mennének az utcán, tehát hogy ők mit látnak, és azért van, amikor már a járásán, vagy mondjuk a kéz mozdulatain már látszik azért egy picit. Úgy annyira azért nem, tehát gondolom az inkább máskor derül ki, egy hosszabb hordás idején. Szoktak úgy is vinni parókát például, hogy mondjuk feldobják a párkapcsolatot, amit ti is mondtatok. Ja, hát egy hosszú párkapcsolatnál azért jól jön egy ilyesmi. Némi kaució ellenében holnapig a tiéd, János. De vigyázzunk kell, nem tehetsz benne kárt. Viszont ami nagyon meglepő, hogy volt már olyan, hogy még annak idején felhívtunk valakit, visszahívtunk. És mondtuk, hogy kik vagyunk a parókaszalomból. És a férj vette föl a telefon, és nem tudta a férj. Hogy parókája van. Ne, de akkor hogy adhat, este titokba leveszi, és azt mondta, drágám, hát milyen érdekes a hajad, már egy feketébe jöttél haza, vagy a kocsiba leveszi, már bemegy a normális hajjal? El se tudom képzelni egy férj. Milyen, amikor a negyed kocsijában megtalálsz egy parókát? Igen. Azért az meleg, nem? Nem tudom. Sicsi! Nézd már meg, hogy a paróka. Ne, macska. A durvább, ha megtetszik, és te kezded elhordani. Igen. Az a legszebb. Tényleg olyan férfi van, aki vesz magának így. Van. Ugye? Viszkis nálunk vásárolt. Annak és ez úgy tudom derült. Nem hallott komolyan. Ez az Ambrus. Tényleg? Na, a referenciátokban benne van. Igen. Még nem mondtuk meg sehol. Igen. Hát nálatok vette meg a parókát. Igen. De nagy. Milyen és fölpróbálta, emlékeztek rá? Fölpróbálta, megnézte, megigazította. Még hát gyerekek voltunk, akkor még nagyon fiatalok. Nem, mi egy kolléganőnk szolgálta ki, csak amikor meglátta a tévében, hogy jaj, úristen, hát én adtam el neki a parókát, hát de nem tudta. És minden egyes bankrablás előtt jött egy másikért, vagy egyet vitte, csak nem vitte vissza kaució ellenében nem se, tudom, vagy hogy? Eddig egyről tudunk. Ja, egyről tudta. Lehet, hogy máshol vásárolta. Hogy... És furán mindig fordítva lehette fel a hátulja volt el. Félkezében a pisztoly, félben meg mindig legyezgette a szemét, hogy lásson. Anna, gyere! Nézzük meg az átalakulást. Annára fogjuk felpróbálni a parókákat, jó? Mivel kezdjünk? Egy vadmacskával, egy szoliddal, egy üzletasszonnyal. Egy vadmacska. Egy reményvesztett szinglivel. Mi akarsz lenni először? Mivel az Anna, ez igen? A tipikus nordikus ilyen szőke, meg állandóan ugye azzal van elfoglalva, hogy ezek a mediterrán férfiak mennyire rendben vannak, csináljunk már belőle egy ilyen flamenco táncos nőt, ilyen hosszú feketét, vagy nem tudom mi. Én abszolút nem ő. Lélekben a lélekben, igen. A mátrai havas lejtők latin lelkű nő. Na várjál, Rita, vezess föl, mi legyen az első? Tehát mi, a latin táncos nő az jó? Tehát Annának állig éri ilyen szőke haja van, mert csinálunk róla előtte-utána képet mindig parókára. Mi legyen az első átváltozás? Hát most, hogy már mondtátok és elővettük, akkor legyen egy fekete. Legyen hosszú. Egy fekete. Az annyira hozzám nem ő, hogy... Egy fekete hosszú. Igen. Nem áll! Elő kilóg a fufu. Várjál, fufu elő, mi megy meg. Adjatok időt neki. Aha. Jó, hát azt mondtad, hogy ez a rohanó világnak a terméke, hát akkor aha, nem lehet itten. Nekem kicsit behol leanyósodtál most. A párnaci, hát így meg kell rázni. Na? De fia, alakít rajta. Öregít. Oh. Aha. Nagyon öregít. Az a lényeg, hogyha fölvesz egy parókát, ne játsz te! Igen. Adjunk minden fazonnak időt, mert ugye először, ha fölteszi, akkor tényleg olyan, mint egy pucsma, vagy nem tudom. Hát, egyébként nem rossz. Egyébként az a durva, hogy eltelik néhány másodperc, és egyre jobb kezd lenni. Igen. Igazgatja egy pár percig. Mert aki kicsi becsukom a szemem, akkor Gregor Bernadett. Hát ha becsukom a szemem, akkor nekem is. Igen. Sokáig kell, hogy csukva legyen a szemem. Jó! Azt gondolom, jó, hogy egyébként igen. Ez hozott rajtad. Ez most dobott rajtad. Ez elgondolkodhatnád. Csak ne rázd le az ornyergedi. Kicsit, valahol, nem tudom, Gregor Bernadett és szörnyel a defráz határán mozogsz most, de egyébként fijek, nem. Az a durva, hogy nem rossz. Dögös. Átalakult. Figyelj, tetszik. Megmondom, miért tetszik. Na. Azért tetszik, mert ilyen hosszúra még nem értek el, haj.
Hát, hogy így ideér így a mellyedre. Rárúg a mellyedre. És olyan jó. Ez úgy jó. Jó lesik? Aha, jó. Tényleg jó. Figyelj, ha egy menő cukrászdában beleszúrnád a kis villádat egy képviselőfánkba, és átkacsintanál az én asztalomhoz, és ugye visszakacsintanél. És mindez a Vörösmarty téren lenne? Tudja, hogy... Átülnél hozzám. Készülj, Péter, nagy móka lesz estére. Komolyan. Gyerekek, mindjárt leteszem a hajam. Komolyan van. Nem hiszem el. Jó, nézzünk egy másikat, jó? Mi van még? Most a fekete domina után mi jön? Nézzük egy olyat, ami mondjuk az Annának a saját személyiségéhez és a jelenlegi hajához legjobban hasonlító. Oh. Egy hasonló hajszín fekete. Hogy meg tudná oldani azt, hogyha rohanna valahová, ugye, egy színházban, nincs ideje hajat most, akkor feldobja, és senki nem veszi észre, hogy mi történt. Aha, na ez a pompom, amit az előbb lepompomoztunk. Hogy gyerekek, azért hány ilyen nő mozog a városban, meg az ott, hogy kicsomagolsz, és azért nagyon nem az van alatta, mint nem. Tehát, hogy azért vesz parókát, mert nem mosod hajad, azért nem fűri meg, nem? Tehát, hogy az vannak... Van egy pár ilyen illúzionista. Igen, egyébként nagy... Figyelj, tök jó. Ez jó, ez jó. Figyelj, nagyon jó. Ez ha ma reggel bejössz... Picit még igazítsunk rajta. Figyelj, ha ma reggel bejössz így... Picit akkor, igen. Anna, ha ma reggel bejössz így, hogy levágattad a hajad és új, én benyalom. Márhogy elhiszem, úgy értem. Kicsit a 60-as évek amerikai háziasszonya hátul. Mert Bubi is lett, még nem húzta le rendesen, fölcsúszott a saját haján. Igen. Azt alá kellene tűrni, igen. Picit ez a Dallas dinaszti vonal. Tök jó. Figyelj, jó. Na? Az a durva, hogy ezt nem... Na, ezt most megvettem. Ezt nem hiszed el. Ez menő. Ez nagyon jó. Ha te azt mondod tényleg, amit a Bazsi mondta, hogy fodrász volt tegnap, ilyen lett, hogy tetszik, azt mondom, hogy marad. Fodrász számot, hogy milyen az új hajam, nem mondom meg, hogy paróka. Meg passzol hozzád. Igen. Mert ugye a fekete haj miatt, mert neked ugye sápadt a fehére bőröd van, ott a fekete hajnál azért picit elgondolkodott az ember, hogy mi lehet a gond, és hogy mikor volt utoljára egy jó vérképet csináltatni a hölgyben, hogy van a gondok, de itt tök jó. Ez a menő kicsit ilyen barátok köztös Klaudiás, ilyen üzletasszony, nem? Visszafogott ilyen menedzser, üzletasszony. Kicsit az RC Dulán csodálkoznék, ami kilóg, de egyébként rendben van. Tényleg az árán. Én átküldeni végét a BK-ba, hát ha, mert most ugye Klaudia kicsit nyugdíjba megy. Én már látom, hogy ki a jövő. A jövő, a nagy. Na nézzük még egy utolsót, van még? Vörös egy dögös. Van egy vörös dögös? Anna álma. Igen. Na mi az álmod? Vörös. Egy vörös? Kacérkodtam. Tényleg? Aha. De akkor nézd meg, ha jól áll, akkor meg festesd be. Hát ne tökölj. Kacérkodtam már vele. Ne tökölj, ne pöcsölj. Aha. A felrakás mindig kicsit az olyan illúzióról volt. Tehát amikor azt úgy nézed, hogy ott húzzák alatt a haj, gyűrik alá, az kemény, de mikor már ránézel úgy, hogy kész van, akkor működik. Oda nem? Tudnál költözni az Annáikhoz a kis szobába, hogy minden reggel. Sok kis kopasz fej mellé tudod tükörön, amire rá kell tenni a parókát, az nagyon szép lenne. És egyébként érdekes az a megfigyelés, hogy megváltozik a személyiség. Rögtön elkezdett játszani, amikor fekete hajú volt? Igen. Ugye? Rögtön elkezdte adni, tenni, venni magát? Figyelj, jók. Ez is jó. Jó. Ezek igényesek. Ez igényes. Kifejezetten jól áll. Júj, de jó. Anna. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Az Anna, a durva, van neked egy fodrász kiár. Ezt csináld meg. Annyira természetesen hajhatása van, hogy ezt így nem mondod meg, hogy paróka. Nagyon. Ma reggel ordítottam volna, ha így jössz be. Tehát fölordítottam volna. De hogy nem gyanakodtam volna arra, hogy paróka. Ez jó. Miért feszített be vörös a hajad? Na, kacérkodtam már vele. De ne, tök jól áll. Tényleg? Ma. Ez most ma is vágasd le ugyanerre a fazonra. Tényleg? Vidd el a parókát, mutasd meg. És egyébként, ja. És mondd meg, hogy egy ilyen nagyon, nagyon csináltasd már annyira meg. Jó. De gunalom a hajad. De az egyébként. Tényleg, én magam is unom. Most mi van? Hát a vöröshöz képest, hát, igen. De most gunalom vagy. De egy ilyen vöröshöz képest, 20 hát éve vagy 10 éve szőke, hát ahhoz képest tök sokat dob. Tehát, hogy én mondjuk én eredetileg szőke vagyok, erre csak kicsit rá van segítve. Tehát, hogy én kacérkodtam a vörössel nagyon régen, és azt mondod, hogy legyen vörös. Jó, arriváltuk a képeket, mindjárt minden föl lesz a Facebookon, tudjátok ti is nézni. Lecseréled ezt a jó Nutria mellé tegyük. Balázs, csak mert mondtátok, hogy unjátok Anna haját. Megjött Lenny Kravitz. Gyerekek, vagy nem is a Jackson 5-ból van. Ez jó! Lali a Budapest éjjel-nappalban. Atyaisten, csináljunk a Feriről, kapott egy rasztahajat. Feri kapott egy ilyen félméteres rasztahajat, mint a Jackson 5-ból valaki. Mindezt egyébként szemüvegben. Jaj.
Hát úgy nézel ki, mint Bebe a legjobb hajmosás után. Az utcán. Nem mondd már, hogy jó. Ez szörnyű. Jó. Nekem erről mindig az jut az eszem, hogy én rigolamatlan be van fülledve, és hogy hihetetlen élősködő mennyiség van benne. Igen, hogy mi élősködő mennyiség van benne. Úristen. Oda néz. De miért mindig én kapom a bóc? Miért az egyik nem bóc? Nagyon jó. Jani vöröset kapott ebben a pillanatban. Egy vörös. De jó. Vár a fővárosi nagycím. Nem. Sok szeretet. Azért nem vagy bohócos, mert Jani egy ilyen pánkosat kapott, tehát oldal tök kopasz, tök vörös, és föláll középen, tehát egy ilyen igazi szigetlakó vagy régi szigetlakó, aki ugye a kukában laktak régen, és előbb bújik mindig a szigetre. Na ez jó. Na mit van? Jöhet az, mit kapok? Kicsit egyiptomi. Egy fonot rasta? Oda, jó, az a baj, hogy az én fejkörmére fél nem megy rá. Figyeld, és megint kit fognak a legjobban megalázni engem, hogy nem megy rá a fejemre a paróka. Rohadt életben. Aha. Óriási vagy. Aha. Balázs úgy néz ki, mintha egy ilyen nagyon komoly horvátországi búvárkodás után feljön a vízről, és srácok, nézzétek, itt találtam a polip. Sok polip. Apa, mi van a fejeddel? Hol? Hát gyerekek, azért így nem indulnék ki az utcára, nem? Tehát, hogy nem annyira életük. Nem annyira életű. Egyiptomi nekem egy kicsit a benyomás. Igen. Második Ramszeszbe nyomom. Nem. Fáraónő inkább. Fáraónő vagyok inkább. Igen. Alantas fáraónő. Atyaisten. Azért az milyen, amikor elviszel haza egy csajt, éped a haját, és az ágyba lejön a paróka, nem? Ott azért felsikoltasz. Nem? Nagyon megy a menet, megtéped, és leesik a paróka. Ott azért még más is van. Na jó, Anna, mész festetni? Megyek, szerintem megcsináltam. Megnézem most magam a tükörbe. Lehet, hogy megcsináltatom. Mi az ára egy ilyennek, ha megtetszik nekem? Körülbelül. Mindenféle márkanév nélkül, csak kérdezem, hogy menj akkor be. Intervallumot mondok. Mondjuk olyan 20-25, mondjuk a hétköznapi parókák. Hát azért inkább egy különbséget kell tennünk, a parti parókák, ami ugye rajtatok van. Bár lehet hétköznapra is hordani némelyiket, ugye Feri, hát csúcs ez a haj. Mondjuk 20 ezerig vannak mondjuk a parti parókák, és akkor a hétköznapi parókák, ugye azért ezek világszínvonal, vagy világminőségek, hogy úgy mondjam, tényleg nagy cégek parókáit forgalmazzuk, és a 20-25 ezertől, és akkor a határa csillagos ég, de mondjuk a 80 ezerig azért. Például, ami rajta van, ez a hörömpő modell, ez... Ez pár ezer. Ez 3000. Azt én most megveszem neked 2000. Az egész nap viselet, ha ebben hazamész, most a vendégem vagy. Már most fülled alá egy. Persze, iszonyatosan. Gyerekek, olyan, mint egy ilyen szürreális, pszichodelikus álomban lennék. Jani narancsárgában, te ilyen Jackson 5, Anna vörös, én ilyen második Ramszesz feleségként. Az a baj, hogy a Ferinél, mert ugye a Ferinek elég erős arcszőrzete van, meg testszőrzete, ehhez még így passzol is hozzá, ugye? Ez a haj. Csak tényleg így ránéz az ember, és azt érzi, hogy picit közelebb megy, akkor már biztos, mi ez a korhelyleves szag. Most, Jani, mi nézünk el legrosszabbul, ez vigasztaljon. Megiményeltük be. Na jó, van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. 7:30 múlt, pontosan 5 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:48 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt. Paróka maradvány van a bögrében. Lehet, hogy csinálom. Haj, nem? Nem, fekete volt. Na, fönt vannak a fotók a Facebookon, meg tudjátok nézni Anna átalakulását. Egyébként tényleg jó. Tehát, hogyha eltelik egy-két perc és megszokod, akkor ez működik. Tipródik, most beszéltem vele a hírek alatt. Hogy szeretem? Hogy akkor vágassam, festessem, de ilyenre, világosra, kicsit sötétebbre. Kész van, mi? Csináltam. A vörös az jól állt neki, az nagyon. Jó. Az jó volt. Hát figyeljetek, a divat mindig ismétlő magát azért. Ez sokszor volt már ugye a történelmen nagy divat, most megint visszajön. Csak már egy kicsit jobban szellőzik, kényelmesebb, jobb viselet, nem? De akkor is egy paróka. Így van. Akkor is ilyen kicsit ilyen, nem? Pura. Csak egy konstans dolog van a divatban én. Hát én jelentem az állandóságot. Így van, te vagy az origó, belőled indulnak és hozzátérnek vissza. Ez vagy az van. Így ne. Te vagy az előtte kép mindig a divatban. Előtte, igen, és utána. 82-es számú főút, Olaszfaló és Eplény között gázolaj folyt az útra. Lassítson mindenki, Jani küldte nekünk. Aztán a 86-oson Répcélaknál minden tiszta, már nyoma sincs a balesetnek. Bandi üzente. M5-ös 49-es kilométernél van egy gázolás, de hogy melyik irányban, hol pontosan, azt nem nagyon tudjuk. Mérnek a 8-as főúton, és Körmend irányában kamionnal a 83-as kilométer szelvénynél élénk forgalom, jólátási viszonyok mellett az eső nem esik. Jó gurit mindenkinek, Csocsi ezt Csabi küldte nekünk, köszönjük szépen. 10-es úton viszonylag jól lehet haladni, Gabi írta nekünk, és a budai alsórakparton is most még flott a forgalom, üzente Erzsi. De ez félkor jött, tehát lehet, hogy ez már azóta egy picit változott.
Na, Óven bácsi, Zumberu nénizünk? Legyen van játékosunk? Jó, legyen. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Na, a vörös dög már félre kapcsol, nézd meg, látod? Már mióta már új személyisége van, már nézd meg, már nem. Slendrián módon kezeled Anna a telefont. Nézzek, és tényleg csillog a szeme azóta, mióta kitalálta magának a vöröset. Igen, eltűnt a játékosunk. Még mindig jönnek megoldások úgy a mezre, vagy a mezes játékra, hogy még kérdése volt. Igen. Tehát, hogy hányszoros aranylabdás Cristiano Ronaldo, hogy kinyerte az aranylabdát, nekem kell a mez, még kérdése volt. De ez nagyon jó egyébként, mert a válaszokból kiinduló megírhatjuk majd később a kérdést. Igen, egyszerű dolgod lesz, mert nem kell nagyon sokat gondolkodni. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Viki! Sziasztok! Hello! Viki, honnan hívsz minket? Hát most éppen útközben 60 és csány között vagyok, úgyhogy... Vonaton, ahogy hallom? Buszon. Na, és milyen a hangulat, jó? Jó, itt öten utazunk, úgyhogy elég zötyögős az út. Öten? Igen. Kis busz. Nem túl kihasznált a járat, nem? Nem, most nem reggelről. És mit csináltok, vagy merre mész, vagy mi lesz, ha odaérsz? Vagy hát dolgozni indultam. Mi lesz odaérsz? Mi van? Hogy? Hova? Miért vagy ott? Ki ül melletted? Mesélj valami. Dolgozni? Itt senki nem ül mellettem. Uh-huh. Hát óvodában dolgozom óvónőként. Na, na, milyen szép hivatással rendelkező hallgatóink vannak, igen, nem? Igen, ugye? Hogy most már akkor ezt tartsuk, Anna? Hármasok első is valaki. Így van, szép, és az ivar arányok is megfelelőek. Igen, óvónőként dolgozol. Igen. Hogy állsz most? Milyen csoportod van? Vagy kiket viszel éppen? Kis csoport van. Kis csoport? Igen, nagyon tündériek. Őket szereted a legjobban már kis csoportot vinni? Vagy amikor már kicsit nagyobban? Mindegyik kornak megvan a maga szépsége, úgyhogy... Uh-huh. De akkor te viszed őket végig, nem? Tehát kis csoport, középső, nagy, tehát egy generációval igen. Úgymond végigmész. Igen, igen. Ugye ez már így szokott lenni, végig viszik azon, és újra kapják a kis csoportot. Igen. És ketten vagytok, óvónők? A csoportban? Hát, igen. Hány gyerek van? 20 lett most, mert egyikük elment, úgyhogy... Uh-huh. Mondjuk a hús sincs bent egyszerre, főleg télen nem. Tehát, ugye? Tehát ez mindig kevesebb a... Főleg kicsiknél, igen. A kicsik meg aztán persze sokat betegek. Igen. Jól van. És akkor nincs segítséged? Senki ott a buszon, aki mellé oda tudsz csücseni, vagy segítséget kérni? Próbálkozunk, ugye a buszsofőr a rádió hallgatja, úgyhogy én itt vagyok a középső ajtónál, úgyhogy valahogy megoldjuk. A buszsofőr is minket hallgat? Hát persze, simán. De jó. Hát a mikrofonba bemondhatja a segítséget. Imádnám. Igen. Azt imádnám. Na, hogy... na hát akkor ízdítsük a mikrofon szerint. Hogy hívják a buszsofőrt? Nem tudod véletlenül? Hát nem, oda szaladok. Kérdezve meg. Megy a rádió, nem tudom. Mondja be a mikrofonba. De mondja Kovács be a mikrofonba. Hogy hívják tényleg? Tóth Rezső. Rezső! Jó lesz, Rezső! Rezsőt nagyját tesszük. Rezső, figyelj, ha hallasz, akkor bólogass, jó? Hallasz? Integetett, jó. Jó. Ha esetleg te tudod a megoldást, és Viki nem tudja, akkor mondd be a hangosba, jó? Integet? Bólogat. Integet, ja. Minden. Imádom, a gyerekek, ott vagyunk buszon, emberek fülében, vonaton, repülő, metró, mindenhol. És mindenki milyen rugalmas. Igen. De olyanok vagy, mint egy nagy család, de tényleg nem. Rezső a buszsofőr, aki bólogat. A Teszmeszvárosban van ilyen rajz. Igen, a mosolygó utas, a mosolygó buszsofőr, a mosolygó rádiós műsorvezető, mindenki mosolyog, igen. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, Viki. Oké, figyelek. Ójj, hát a rodlévelem melegítenek egy kicsit, nem? Még hallottam, de minden jó. Inkább fallabda. Aha, hallom. Jövök, na. Fallabdáznak. Oké. Mutatjuk az éneket, mivel ott van neked, Rezső, csak egy nagyon rövid részletet, jó? Na, 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 na. Na. Ó, ez a... Az. Ha ezt most még Rezsővel ketten előadjátok, akkor meg vagyok. Tehát és a többiek táncolnak hozzá. Ezt imádnám. Igen, ez a transzvesztitele. Na mit mond Rezső? Menj oda hozzá, hát a Rezsőnek valami beugrott, vagy jár ilyen szórakozó helyekre, ahol ezt nyomják éjszaka titokban. Jaj, nagyon szeretném. Mit mond Rezső?
Már úgy se fáj, magyarul tudok. Már úgy se fáj. Mutassunk hosszabb részletet? Mutatok egy kicsit hosszabb részletet, hát úgy jobban beugrik, jó? Figyelj! Táncolj, Rezső! Nyomja! Nincs meg senkinek? Hát az a... Nem tudja, ki tudja, nem tudom. Milyen vidáman indult ez a reggel. Rezső, miért? Gyorsan! Micsoda? Nem tudom, nem tudja. Rezső se. Rezső nem mond semmit. És magyarul ez nem igaz a... Engem ne bánt, már úgy se fáj, valami ilyesmi. Nem, hát vagy egy előadó, vagy egy dalci, valami kell nekünk. Megmutatjuk, figyelj! Ó, Gloria Gaynor. Oké, okay, okay. I will survive. Hát jó, köszönöm. Valami vigas díjat küldjetek légy. Jó, Rezső. Ha már egy buszsofőrt izdítottam mindenkit. Az egész busz veled játszotta, hát hogyha halljuk, igen. Így van. Viki, köszi a játékot. Hát én is köszönöm, nagyon szeretlek titeket. Sziasztok. Ciao, sziasztok. Hello. Szia, Rezső, jó munkát. Balesetmentes újabb 100 000 kilométer. Imádtam a Rezső Ferrari és táncol egyet, nem? Vagy hogyha valaki az utasok közül azt mondja, ne zaklassa a munka közben a sofőrt, vezetés közben nem lehet hozzá beszélni. Ami önkéntes rendőr. Hát, de kár, hogy nem találta ki. Nagyon egy klasszikusról van szó, de... Igen, azt kérdezi valaki, hogy 5-en mennek 60-ból, akkor 65-en mennek? Nem, ha 5-en mennek 60-ból, akkor 55-tel mennek egyébként. Jani, van új BKK bejegyzés, de nem akarom tudni, úgyhogy nem érdekel. Hanna, figyelem. Megírták nekünk SMS-ben, de én vagyok a hülye, hogy szólok. Nem. Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy a közjó érdekében el kell mondanom, hogy 6 perccel ezelőtt kiderült ki, hogy a 61-es villamos helyett a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között pótbuszok járnak, pótlóbuszok baleset miatt. Igen, üzemzavar van egyébként. A 61-es villamosok a bakcsomópontnál torlódnak üzemzavar miatt. Ezt elküldte nekünk egy hallgató. Köszi. M5-ös Budapest Kecskemét jól járható, hatóságmentes. Ezt Brünci küldte nekünk. Az M7-es 42-es kilométerénél készülnek fotózni, mint szinte minden reggel. És Olaszfalu és Eplény között már többen írják, hogy nagyon-nagyon csúszik az út, mert hogy gázolaj folyt az útra, és emiatt nagyon nagy a baleset veszély, mindenki menjen lassan. Ha gázolaj kifolyik, én kidobom a csiket, akkor az meggyullad? Vagy az elpárolog? Elpárolog? Tehát nem olyan töménységben folyik az ki. Nem nagyon gyullad az meg. Az nem tud meggyulladni. Benzinnel rosszabbul jársz, de az is csak akkor azt hiszem az zárt helye. Igen, gázolaj ez nem. Igen. 86-os Répcelaknál minden tiszta, nyoma sincs a balesetnek, többen küldték nekünk, de ott is lehet már menni. 5 perc van, pontosan 8 óra jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága morning show hallgatók, itt vagyunk, az idő szomorú. Esik az eső, 6 fok, se hó, se hideg. Vállalhatatlan, nem? Tényleg. Jó szó. Ez a legjobb, igen, vállalhatatlan. Nem értek egyet vele. Nem tudsz mit csinálni, hogy legalább hó esne, vagy legalább hideg lenne, vagy akkor viszont ha 8 fok van, akkor süssön a nap, de ez a se hideg, se nap, sehó, csak eső és meleg, hát ez januárban ez szörnyű. Bújjatok össze, szeressétek egymást, ha nem éppen a munkahelyen vagytok, és... Vagy akár ott, ha hisztek a munkahelyen, az is jó. Fehérvár, Budapest vonalon 40 perces késések, hajrá MÁV! Milyen érdekes, hogy most jött ez az SMS, pont most akartam megdicsérni a MÁV-ot, hogy idén, mintha kevesebb csúszós, meg késős SMS kapnánk, erre megérkezett. 5 perce gondoltam, hogy megemlítem őket, hogy mintha januártól valahogy tiszta lappal indulnának. Hát legalábbis az SMS-ek alapján nyilván, aki utazik, az lehet, hogy más tapasztal. Mondjad? Mert a falevelek már egy ideje nem vannak. Ja, hogy lehullottak a falevelek. Már lesöpörték őket. Na, és erre bejön egyből egy ilyen SMS, hogy 40 percet késnek a vonatok. Fehérvár Budapest vonalon, aki ott van, annak kitartás. Tapolca Veszprém jól járható, Dudi a kenyeres üzente nekünk, valamint autók ütköztek Csepelen, a Sziget-Szent Miklósról bejövő Csepeli út végén, az amúgy is kaotikus kereszteződésben. Hello, írj egy másik hallgató, 86-os főút, Hanságligetnél egy szlovén konténerszállító kamion és két román, 3,5 tonnás kis teher ütközött, melyből az egyik a Szántóra parkolt. Káosz lesz, ez sofőr Gaben küldte nekünk. Köszönjük szépen. Baleset történt Taszári körforgalom után, helyszínelnek már a mentő is ott van, Sanyesz üzente, és az Árpád híd Budai oldala
valamiért katasztrofális, az okot ott egyelőre nem tudjuk, hogy miért, mert nem kaptuk meg. Megjött a mez, itt van nálunk. Király. Egy apró kicsi banán darabkát már sikerült rátennem, de megmentettük. Rajta van Zinedine Zidane aláírása, igen, rajta van Cristiano Ronaldo aláírása, és rajta van a Pufi Ronaldo aláírása is. Hát ő most Pufi. Hát most igen, a versenyhez képest, ahhoz igen. De egy, sokat fogyott, mert volt ő ennél nagyobb is. Igen, egy brutális relikviánk van, ugye sikerült mindezt az aranylabda diátadóról megszerezni. Van egy Bayern mezünk is, úgy néz ki, de ezt ma nem sorsoljuk ki, csak akkor, ha majd a kezünkben lesz holnap, és kisorsoljuk, vagy akkor fogjuk sorsolni. Most egyelőre csak azzal foglalkozunk, ami itt van, de úgy néz ki, hogy lóg a levegőben egy Bayern mez is. És az is nagyon durva. A Ribéry van rajta, Ribéry Beckenbauer. Van, így van, a császár, és rajta van Jupp Heynckes is. Nélküle én sehova. Á, tényleg. Hát, meg nem mozdulok. Kicsoda? Ne hagyjuk. Hagyjuk meg, így hülye. Hagyjad. Igen, rajta van Heynckes is. Heynckes, az jó. Te meg Heynckes nélkül sehova. Nem? Én csak úgy indulok, én már otthonról is úgy jövök. Na, vagy Juppal, vagy sehova. De hogy ezek ugye nagyon komoly relikviák, többen kérdezik, hogy mikor lesz a sorsolás, 9 után. Jó? 9 után adjuk oda. Jó, akkor lesz kérdés. Igen, nem kell most még pazarolni SMS-t, nem, csak a 9 óra után beesett SMS-ek számítanak majd bele a játékba, tehát most még senkinek kölcsön fölöslegesen. Rengetegen elküldték már a szerintük helyes választ az általunk fel nem tett kérdésre. Lehet, hogy köztük van a jó. Igen. 9-től anatómia szigorlatom van, de nektek köszönhetően egész jó a reggel. Köszönjük. Kér, Barbie, kösz. Köszi. Osztál is ajándékot, meg nem is. Igen, bókoltál is, meg nem is. Na, gyerekek, kaptunk egy levelet. Jaj. Örülök, vagy nem? Csak. Örülünk. Én biztos, de szerintem ti is. Csekk van mellé? Nincs, nem kell semmit befizetni, és nem is polgári peres eljárásra való felszólítást. Tehát nem kell bíróságra mennünk. A Bautransnak a cégvezetője, a Pap Zoli küldte. És tudtátok, hogy ők bontják a Vidán Parkot? Nem már. Ők bontják a Vidán Parkot. Hát nem jó hír, már maga a bontás, de az, hogy van emberünk ott, az jó. Igen. Így szól a levél. Hello, fiúk, kedves Balázs, a korábbi műsorotok során többször hallottam, hogy milyen szeretettel gondolsz a Vidán Parkra. Így gondolom, sajnálatos hír számodra, hogy a játékok bontásra és elszállításra kerülnek, a bontás meg is kezdődött, valamint az elszállítás is. Ebben cégünk vesz részt, és talán nagy örömödre szolgál, hogy értékes kincset tudtunk neked megmenteni. Júj, de jó! Éve személyes ismertségünkkel, illetve tekintettel a cégünk és a rádió közötti sok éves jó kapcsolatra, szeretnélek megajándékozni egy kedves kis szuvenírrel, melyre ránéző mindig eszedbe jut majd a Vidán Park. De jó! Ezután is kívánok neked és a teljes tábnak, a fiúknak is további sok sikert és eredményes munkát, szíves üdvözlettel. Pap Zoli cégvezető. Ez a becsomagolt. És ott van a becsomagolt ajándék. És ezt honnan vette, hogy te szeretettel gondolsz a Vidán Park? Úgy, hogy 65-ször mondtam meg, hogy azonnali bontás. Hát igen. Hogy azonnali bontás, és van egy Vidán Park relikviánk, lehúzod a másik végét, amit megmentett? Aha. Állítólag ez bontás közben tudták megmenteni. Valami eredeti... Remélem, bohóc van rajta. Nem hiszem el! Mi az? A berendezés kiskorúak 7 és 12 éves körig minimum 120 cm magasától csak kísérő jelenlétében vehetik igénybe. Mi lehet ez? A rendel... Ez az egyik figyelmeztető tábla, ugye narancs színű, kék Vidán Parkos logóval, és alatta, hogy nem vihetsz főcsomagot, figyelj, ez hullámvasút. Ez az gondolom, hogy nincs rajta, hogy ez milyen eszköznél volt kirakva, de szerintem is hullámvasút. Ott van legfelől, van igen, egy árulkodó kisikan, egyébként tényleg inni, csomagot nem lehet fölvinni, kalapot nem lehet, esernyőt nem lehet, cigizni nem lehet, botot nem lehet, mobilt nem lehet, szemüveget, fagyit, és... Kesztyűt. Vagy és egy fél kezet. Igen. De nem, integetni lehet azt így. De jó. A berendezés mindenki saját felelősségére használhatja. Nagyon rendben van. Gyerekek, az utolsó relikviák egyike, ami megmaradt a Vidán Parkból. De jó. Hát nem sok maradt belőle. Nemes Bautransz, és most az óriás kereket kérjük. Így van. Az marad állítólag. Nem, az bontják. Bontják az óriás kereket is. Részemről a legnagyobb öröm, azonnali bontás az is. Mert az műszakilag olyan állapotban van. Gyerekek, az egész Vidán Park sóval behinteni, lebontani, hazamenni, kész. Itt volt az ideje. Tudod, mi a döbbenet egyébként? Hogy ez még tudott működni 2012-ig, ebben az a legnagyobb döbbenet. Hogy tavaly még rajta ültél az óriás keréken, amire most azt mondják, hogy eladják ócskavasnak, mert olyan műszaki állapotban van. Tehát mindent meg lehet venni, el lehet vinni, ugye lesz, ami megmaradt, tehát a
hullámvasút megmarad a régi kis környékén. Megmaradnak, a többieket eladják, erre azt mondták, hogy ezt nem viszik sehova, ezt leelbontják, és megy a méhtelepre, mert olyan műszaki állapot. De olyan durva savasesők voltak azóta, hogy igen, ennyire megrokkant. Az elmúlt szeptemberben bezárt. Ez mondjuk fura. Igen, egy leforgás alatt ennyire megrodjan, ami még akkor működött. Hát gondolom kiadták, hogy bontják, és akkor az utolsó pár kenés az már elmaradt. Ja. Nem? Tehát az utolsó pár ilyen pár munkálat az óriás kerékér az elmaradt. Én sajnálom, gyerekek, a Vidán. Micsodát? A Vidán Park, tudom, meg se szólalj, tudom, hogy azonnali bontás. Olyan szinten nem sajnálom, Feri, az nem Vidán Park volt, az egy múzeum volt. De az tehát én az... két kiskorú gyerekemnek, és szerintem még 100 000 kiskorú gyereknek örök élmény, és persze, jó élmény. De hát persze, de hát... Nyilván a Práter jobb, tudom, voltam. Nyilván van szebb Vidán Park, tudom, voltam. Csak ez itt volt a Városligetben, kimentél. De ez egy rossz reklám volt már a fővárosnak, a turisták szempontjából mindenki. Egy három éves gyerek örül, de egy három éves gyerek annak is örül, ha elgurítasz neki egy teniszlabdát és visszahozhatja. Tehát nem ez... Nem erre gondolok. Lopasz neki egy csirkecsontot és visszakocokat. Nem erre gondolok, hát most a három éves gyereknek nem a három éves gyerek inger küszöbe számít, mert egy szájtátva megy egy budapesti Vidámparkba is. De hogy nézett? Bement és szomorú volt, le volt rohadva, le volt lakva. Imádták, szörnyű volt. Imádták, tényleg. De én is vittem a Benét, egy gyerek volt része volt. Azért, ha Istenem, hány ezer forintot elvertem céltalanul a játékterembe. Hál' Isten, hogy lebontották végre. Megkapják az állatok, az kihasználják igen, jó, a helyet, persze, jó helyre megy. Persze. Nekünk meg majd valahol egyszer, valamikor lesz egy Vidán Parkunk. Hmm. Nem? Nyilván magántőkéből. És nincs, most végre lesz. Terv. Nem is, ahol semmi nem lesz. Nagy széles zerge futtatunk. Na de nem mondd, hogy nem lesz jó, hogy közben kicsit körhintázol, aztán ott közben az ergék meg a majmokot átveszik, mit tudom én, a hullámvasutat. Az üzeme, az megmarad? Az meg. Azt rendbe kell tenni, de az állítólag menni fog. Most még nem, most idén csak a körhinta megy, meg még valami, de azt is rendbe fogják hozni, és menni fog a hullámvasút. Az is jó, és az ráadásul Európában egyedülálló. Azért arra legyünk már büszkék. Sorsoljuk ki, hogy hármunk közül melyikünk pártolja majd. Hát a büszkelem is leszek, de jó, hogy megmarad. Mondjad? Fapáccal lekenni az egészet. Vállalja már el valami társadalmi munkába. Azért annak a szerkezetnek a rendbetétele. Hát azt gondolom nem egy ember csinálja, nem? Vagy basszány, hogy Jócó Bászáp, a márciusban azért el egy gyerele a hosszúsba Pesle. Itt az ecset, itt van a párc. Végig mész balról jobbra. Hogy tudták azt, hogy sokáig ilyen jó állapot megtartani? Ilyen vízlepergető festék, vagy impregnálják? Hát valami olyasmi lehetett, de hát ez nagyon-nagyon kemény meló. Évről évre mindig újra és újra megtalálni azokat a korhat részeket, amiket nem ki kell cserélni. Elárulom neked, várjál, a Vidán Park nyitása minden reggel azzal kezdődött, hogy volt egy ember, aki végigmászta az egész hullámvasutat, ahol ment, ahogy hívják, van mellette egy szervízjárda, ahol lehet menni, és volt egy ember, akinek az volt a feladata minden reggel, hogy végig menjen, és az összes fát így megkocogtassa, hogy van-e lazulás, van-e. Nincs, hihetetlen felelősség. Kemény. És egy póló volt rajta áthúzva egy szúval. Az ős ellenség. A legnagyobb harcot velük folytatta. Én sosem értettem abban a hullámvasúton, hogy legelül ül. Az mit csinál? Az valami pedállalót fékeztet, gyorsított? Semmit, nem, sikít, mit csinál? De nem, előlült mindig egy sofőr, totál középkor egyébként, tehát gondoljatok bele, beült előre, egy ilyen kertésznadrágos, olajos nadrágos, egy ilyen kiégett alkalmazott, ő beült előre. Volt ilyen a hullámvasúton? Nem emlékeztek? Nem. A fahullám. Még most szeptemberben is mentünk. Ott, legelől, hát vagy egy bácsi bottal is azt hitted rá, hogy kormány. Vagy egy alkalmazott, aki nagyon szeretett hullámvasút utazni. Nem, annyira retro az a hullámvasút, hogy legelől mindig beült valaki. És így már gyerekkorom is azon gondolkoztam, hogy mi a fenét csinál, ha ott baj van? Fékezi, vagy gyorsít, vagy kormányoz, vagy mit csinál? Nincs meg? Nincs. Minden egyes menetnél ült elő valaki. Mindig volt a jobb kanyarba a kanyar. Ja, igen. Dőljenek meg, sikítsunk. Ne, ilyen már szerintem a világon sehol nincs, hogy egy sofőrnek bekerülni a hullámvasútba. De itt Magyarországon beült. Ez egyfajta kuriózum volt. Ő pedálokkal irányíthatott, vagy fékezhetett, hogy mit csinált? Hmm. Ez nincs meg neked? Nem árulsz közben valami? De ez hátra jön, pattukatot gugorcával. Vattacukrot. Hopp, kiöblött. Vattacukrot dobott hátra, ugye pattukatot gugoricát, mi elkaptuk szájjal. Hol éltetek ti? Nem, nincs meg? Én annyira be voltam rajta csinálva mindig, már amikor még felültem, hogy én kész voltam. Megértem, mert is legalább 20-20 méter magas terén. Milyen jó volt. Mondjuk a ciklon az tényleg egy kicsit félelmetesebb volt. Hát a ciklon nagyon durva volt. A ciklon azért szűnt meg, mert abból valaki kiesett. És több baleset is történt, és akkor mondták, itt valami olyan hiba van, ami nem annyira jó, és akkor lebontották. Valami nő, vagy valami katona, valami fiatal katona kiesett a ciklonból. Aha.
És akkor utána jött ez a Looping Star, ami ugye hát forradalom volt, meg volt benne egy hurok. Egész Európa ide járt. Hát lépés is lépés. Aranyos, igen. Egy hurok, és ugye azért a Looping Star, aztán azt is elvitték, mert állítólag azt csak kölcsön kaptuk, tehát az nem a miénk volt, az itt volt 3 évig. Béreltük, azt lejárt a bérleti szerződés, és elvitték. Kölcsön. Igen. Kölcsön kaptuk egy hurkot. Az eredetében lehet, hogy több hurok volt. Jó, és a rakéta, ami fölment, beültél, és ilyen katasztrófákat vetítettek és neked. Ment a film, és ment a film, te pedig balra-jobbra mozogtál. Én azt imádtam. Szeretted? Az nagyon átverte az agyat, hogy elképzelted, hogy te tényleg benne vagy a ott az a ciklon mellett, a hullámos és a ciklon hát között a hordó volt. Mellett, a hordó mellett, így van. Igen, én imádtam. Az nagyon jó. Na, beszállni. Tök jó hangulata emlék volt, kicsit ilyen alfa oldbázisos hangulata volt nekem, úgyhogy ilyen fehér volt. Kapitány. Ez jó volt, ezt bírtam. Azt mondja, nem ült elő senki, középen ült. Na jó, persze, ott aztán ott... Aha, vagy lehet, hogy valakire, hogy lehet, én a János Vitézen ültem, és ott ült elő valaki? Nem, szerintem a hullámvasúton is ült. Ült bent egy ember mindig. Nem ment a nélkül. Hát biztos, hullám... középen, a középen az még abszolút az teljesen, mert előleg legalább... Válságos pillanatokban szétkapcsolja a szerelvény. Ilyen fogja, és elnéz, és lekapcsolja hátsó rész, önök megmenekülnek, az első nem. Higgyétek el, hogy ült valaki. Ki most a Vidán Park szóvivője? Ha látta, hát most már senki. Nincsen Vidán Park, tudod. Hát a szóvivő hagyja el alap, hiszen ez az alappont, amiből kiindult. Jó, de a szóvivő hagyja el utoljára a hajót. Egy jó szóvivő még mindig ott van. Hát, ha megkérdezik a bontásról. Mikor lebontották, akkor elmegy a szóvivő. Ugye János Vitézen ül elől valaki? Valahol ülnek elől? Nem, a János Vitéz az egy daljáték, az nem. De hát van ez a barlangvasút, vagy mi volt? Viharvasút. Hát ott aztán végig. Fölültettem a 4 éves gyereket, vagy 3 éves, majdnem összetolta magát, szegény annyira félt rajta. Nagyon hangos volt, tudod, és nagyon félelmetes. A János Vitéz elmeséli neked, ugye, szépen, ahogy mész körbe. Igen, meg az emberek, hogyha olyan, akkor meg kellett fogni a protkolját, mert olyan rázások voltak benne, hogy ugye nem tudott úgy kanyarodni, hogy egy ilyen sima íven, hanem így vrung, vrung, jobbra, vrung, balra, vrung. Ez borzasztó volt. Ott igazából engem az zavart benne, hogy minden annyira látszódott, hogy így ilyen mű. Tehát, hogy érted, egy boszorkány, tehát hogy nem... Hát jó, persze, jó az, volt, az egész ilyen, de hogy ez hány... De azt mondod, hogy akkor Benni még félt rajta? Benni nagyon félt rajta, igen. Alig vártam, hogy vége legyen. Igen, hát hangszóró mellé ültünk, gyereknél néha fölsikolt éjszaka. Kérdezik, menjünk a barlangvasútra, és sírva menekül. Nem próbálj megszerezni a hordót? És elvinnék minden egyes ilyen morning show-s kitelepülés, nagyon, és ez lenne egy ilyen kicsit konzervatív, kicsit régi módi. Mit egy ilyen hordóval mit csinálnak? Azt is darabokra szedik? Vagy mondtad, múltkor, hogy a közeletekben van valami nagy emelkedő. Megpróbálnál bemenni a hordóba, és felgyalogolni a lejtőn, úgy, hogy a hordóban állsz, vagy a hordóban lejönni. Aha, nagyon jó ötlet. A lefelé az még inkább, mert szerintem ha az megindul... Szerintem lenne. Aha. Hogy örülnének neki egyébként a kis technikusaink, hogy azt még hordozni hogy kell. Vigyék le a hordót. Hát most valamit még megpróbáltunk megszerezni a Vidán Parkban. Adjuk el a hordot a takleréknak. Takler úr? Vagy a geréknek lehetne a reklám. A reklámarc, igen. A Juli nagyon üzenget itt valamit, mert hogy ő állítólag egy nyarat ott töltött a Vidán Parkban. Mint micsoda? Mit csinált a Juli a Vidán Parkban? Azt hiszem Call Girl volt. ő felügyelte a tükörszobát, hogy ott kastélyban volt valami szerepe. Tényleg, mit csinált ott? Sose felejtem el. Pattacukrot árult. Egy évvel ezelőtt bementünk a Vidán Parkba ketten a Bennivel. Azt a csodálatos, 7200-2-nek onnan indult. Csókolom, 7200-2-ért megérkeztettél a Vidán Parkba. És megérkeztem, bocsánat, ez nem a Vidán Parkba? Elnézést, kérdezi, összetörtünk valamit? Vagy... Előre kikevizet. Vagy mi történt? Igen, ez egy múzeum és Vidán Park. Majd az első játék a 200 forintos kvad, amire fölülhetsz a gyereke. 2002-es belépő után 200-at dobjál be a kvadba, hogy üljél föl, nem? Mert miért kell neked extrázni? Van egy csomó ingyen a 2002-ért. A kvadozni az kell. A kaució de hogy az volt az első, hogy beléptél 2002, 5 méter, mondta Benni, ilyen gyerek volt. Üljünk föl a kvadra. Jó, mondom, Benni, gyere, üljél föl, megvárlak, addig iszom valamit. Jó, és mondja a srác, hogy hát akkor adjatok már 200-at. Mondom, tesó. 2002-re gomboltak, de most itt a bejáratnál, te kivel vagy? És mondta, hogy soha nincs 200 forint, és már nem volt nálam pénz. Ha nincs 200, nincs kvad. Igen. Ennyi. Gyerekek. Jó, de mire fizettél be 7200-t a bejáratnál? Hát, jogos. A belépésre. De hogy, de milyen belépésre, hogy utána én 200-at fizessek a kvadrát? 7200-ben 2 kör kvad férjen bele, nem? Hát de 2 kör izé fér bele, mondjuk körhinta. Ja, értem. Az az egyszerű balesetbiztosítás díja volt. Igen, igen. Juli itt van velünk. Hello, Juli, mi újság? Minden rendben, tartok befelé. De most tényleg betelefonáltál az adásba rendesen hozzánk? Imádom, ezt nagyon szeretem, hogy ilyen lelkes vagy. Tehát, hogy... Juli, könnyű volt bekerülni? Igen, sokat kellett győzködni annál, hogy bekapcsoljon. Volt az utolsó évre a gyerekekkel. Igen. És mondta, hogy védjem a Vidán Parkot, mert az én gyerekeim nagyon élvezték, nagyon szerették. És amit ki kell, hogy javítsak, tehát a János Vitéz...
barlangvasúton ült elől a kormányos, és a hullámvasúton meg középen a második kocsiban volt egy kormányos. Tessék, de hát mondtam, hogy ült ott valaki azon a rohadmányos hullámvasúton, mondtam, hogy de nem, és mit csinált? Igen, igen, hát ő indította el egyébként a kocsit, tehát ő felügyelte azt, hogyha már mindenki bennül, és mindenki szépen becsatolta a láncot, akkor ő adta rá a startot, és aztán ott középen szerintem egy picit talán fékezett, szerintem neki az volt a dolga, hogy fékezzen. Nagyon vadult a dolog. Hogyha nagyon begyorsult a kocsi, akkor... Igen, ha nagyon begyorsult, akkor ő fékezte. De azt hiszem egyébként az év közepén, hogy ott ugye ilyen diák munkások dolgoztak. Igen, a végén már tudták, igen. Hogy hol merre hány métert. De biztos, hogy nem egy üzletkötő volt az állami biztosítótól. Itt írja le. Szárnyasokkája volt, meg pólója volt mindegyiknek. De úgy képzeljétek el, hogy a végén, amikor már ugye nem nagyon öltek bele pénzt, akkor hát ott mondta az egyik jegyszedő, hogy hát itt már minden csak szinten tartanak, és egy kislánnyal, a két gyerekemmel plusz egy kislánnyal elmentünk a Vidámparkba, és van az a nagy hullámvasút mellett volt egy másik kis hullámvasútszerűség, ahol még forogtak az ülések. Tehát az volt a buli, hogy beültek négyen, és közben így ide-oda rángatott. És a legnagyobb kánikulában úgy képzeljétek el, hogy a kiscsaj felszállt egyedül, hogy ő még megy még egy kört, én meg lemaradtam a gyerekekkel, és felragadt a csaj. 20 percig ült fent szerencsétlen, úgyhogy forgott alatta ez a szar. Azt hittem, hogy pánikrohamot fog kapni. Mondtam, de várj, úgy ragadt fönt, hogy nem tudták megállítani? Nem, hát úgy ragadt fönt, hogy ezt a forgást ezt nem tudták megállítani, mert a forgás az, annak volt egy ilyen tehetetlensége, tehát az úgy forgott úgy fent. Jézus Mária. Ott ültek fönt, képzeld el, egy másik pár, hála Istennek a lány mögött ült még két ember, tehát ő nyugtatgatta a 10 éves kislányt, hogy 40 fok volt, vagy 45 fok volt ez a legnagyobb kánikulában, és akkor így álltam, így kiabáltam föl neki, hogy minden rendben, és akkor így kérdezték. Hajrá, király vagy, tarts ki! Jó hosszú menetet fizettem! Hozom az üzemvezetőt! Mondtam, hívjunk egy orvost! Basszus, az enyém meg két perc után véget ér! Csalás! Szóval a történet vége az lett, hogy 20 perc múlva egy nagyon unott arcú, karbantartó megérkezett, aki föl lekapcsolgatta a biztosítékot, hogy ez bedöglött, lent álltak mellettem a jegyszedők, akik nagyon röhögtek azon, hogy ott fönt azok még mindig forognak. Én kezdtem egy kicsit elveszíteni a türelmemet, hogy ott egyébként fönt egy 10 éves kislány ül, és a rohadtul be van szarva, hogy jó lenne, ha nem röhögnénk, hanem valamit csinálnánk. Hívjunk egy orvost. Mondom, miért? Mit csinálna az orvos? Mit, hogy fölmászik és beül a kocsiba, igen? Ha a kislány, akkor innen lentről megnyugtatja. Gyerekeket. Kipálkabálni én is tudok. Tehát... Egyet értetek már az azonnali bontással? Tehát, hogy értitek már, hogy miért kell egy időpontban búcsút venni valamit, és lebontani? Várj, meg kell, hogy védjem. Ettől eltekintve, mert ez már a vége volt, tehát tényleg ott már nem nagyon ápolgatták a parkot, de hogy én azért nagyon szerettem, és a gyerekeim nagyon csípték. Tehát ott csomó jó játék volt. Szerintem ti a felét nem jártátok végig a Bennyvel. Befizettétek a hétrugót, és végig se ültetek mindent. Igen, megmondom őszintén, 7002-es belép után a 200-os kvadnál ott volt még egy vattacukor, azt mondtam, hogy jó, akkor menjünk. Nem, hátra mentünk, mert ott volt a gyerekrész, ott a gokártpálya mögött, ahol ott mi az, a óriáskerék mellett volt egy ilyen kis vasút. És a dzsungelvasúta se ültetek fel, azt a gyerek nem élvezte. A dzsungelvasút? Az melyik? Aha. Az mit csinál a dzsungelvasút? Hát bemész, és akkor ilyen mindenféle műmajmok, meg mindenféle akármik ugrálnak ki eléd, és akkor mész. Kígyó volt benne. Igen, a kígyó volt, igen, és a sötétben néha eltűnik a fény, és akkor mész fölfelé, és akkor néha villámlik, meg mennydörög. Nem, szerintem az 2,5 volt a Benny, szerintem arra még én nem akartam meg. Akkor felültetni. Júli, akkor ez nem dzsungelvasút voltam, hogy csak le volt amolva a hátul a kerítés, és átmentetek az állatkertbe. Ez egy alternatív bejárat és volt. És nem műmajmok voltak. Nem, nekünk hiányozni fog a gyerekektől, nem kérdezték, hogy jövőre is lesz a Vidámpark, és hogy megyünk-e. Júli, elmondom neked, ha most magántőkéből valahol épülne, mint a Kopaszi gátnál egy 15 milliárd forintból egy csillivilli Vidámpark, annyira nem hiányozna, azért hiányozna, mert nincs más, ahova tudod vinni a gyereket, de ha épülne egy nagyon szuper európai modern Vidámpark, hát eszedbe nem jutna szerintem. Jó, de azért mondjuk azt is valljuk be, hogy ez tök bizarr, hogy egy főváros nem tud fenntartani egy Vidámparkot, tehát hogy ez a világ vicce. Tehát, hát, jó, abszolút. Igen, persze, hogy visszasírjátok Juliát, így legalább láttatok egy olyat, hogy valaki 500-szor körbeforgva. Én ilyet soha nem láttam, pedig 10-szer. Az olyan élmény volt, és utána tudott róla sztorizni még egy hétig, úgyhogy nagy élmény volt. Szóval középen ül a hullámvasúton, és elől a János Vitézem. Kösz, Juli. Jó van, gyere. Ciao. Ciao. Hello.
És akkor levizsgálsz a hullámvasútra, vagy ez hogy van? Há persze. Van hullámvasút vizsgálni? Képzeld el a csávót, aki 10 éve ott ül minden egyes körnél, hogy unja? Ő azért már nem sikít a bal kettőnél, nem? Tehát ő a bal kettőt már azért finoman átalussza. Valaki írt, hogy állított, olvasgatott az emberünk. Könyve reggel, felszállt, fönsz. Emberül a hullámvasúton is ő irányít. Hát helyé vetett a HV1-est. A HV2 a tolatás, a HV3 meg a pót. Igen. 8:30 pontosan, 3-as ugrás játszunk, 9 óra után pedig sorsoljuk a mezt, úgyhogy még senki ne jelentkezzen a játékra, de elhangzott a kérdés, akkor lehet. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3:49 lesz pontosan, 5 perc múlva a Hello mindenkinek. Jönnek a Cristiano Ronaldo SMS-ek, gyerekek. De hogy nem kevés, anélkül még nem volt kérdés. De nem, ezt nem tudjuk megakadályozni. Rosszul fogalmazunk valamit, nekem az a gyanúm, ugye? Tehát, hogy nem kell még SMS-t küldeni. Fejtsétek meg, mi a rossz a mondat. Igen, ráadásul nem az lesz a kérdés, amire a válasz az, hogy Cristiano Ronaldo. Igen. Jó, nyilván mindenki be van sózva, és nagyon szeretné ezt a Real Madridet. Ugye tegnap szereztük az aranylabda gáláról, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane és Juan Pajon ráadásul ő is. Ráadásul ő is aláírta. A nagy Ronaldo. Ugye a Pufi Ronaldo is aláírta. Hát ez nem mi van? Pufi, hát most Pufi egy kicsit. Na. A Pufi tök cuki szó, az nem bántó. És ezt a meszt sorsoljuk majd 9 óra után, hát mióta Real fanatikus rajongóink ezt meghallották, vagy azok, akik tudják, hogy a párjuk, férjük, barátjuk szereti a Reált, lázban ég mindenki, és ezt a meszt ezt akarja szerezni. A rossz hír az, hogy egy boldog ember lesz, és nagyon sok boldogtalan. Igen. Tehát, bizony, hogy, bizony. De emiatt nem inket szígyatok, hanem a Szőlősi Gyurit, mert csak egyet hozott. Igen, igen. És hogy maga az idő milyen relatív, hiszen még nem sorsoltunk. Ebbe igazad van, de hogy jön ja, az nem, már megint. De már hogy, megvan a nyertes. Igen? De hogy nézzétek meg, hogy ez a sorsolás jelen pillanatban, ebben a pillanatban bemutatja, hogy nincs olyan, hogy múlt, nincs olyan, hogy jelen, és nincs olyan, hogy jövő. Nincs. Ez a fogalom csak a mi agyunkban dolgozik, vagy létezik, hiszen nem sorsoltunk, de a nyertes már megvan. Valahol most éppen iszza a kávéját. De még nem tudjuk, megy. Hogy ki. Tehát ez de már jövő. Ő a nyertes. De még nem az. Majd akkor, amikor kimondod a nevét. De nem. De. Ezért nincs a jövő. Mert de nem. Hát most még ő nem nyertes. De már most is az. Nem, hiszen az az ember, aki megnyeri fél óra múlva, az már most is élt, létezett, vagyis nyertes volt. Igen, de nem nyertesként, személyként létezett. De majd bizony. Akkor fog létezni nyertesként, amikor te oda csöröksz. De akkor... most ebben a pillanatban megváltozott a nyertesnek a személye, mert más kérdést fogok feltenni, mint amit az előbb megírtam. Tök mindegy. Tök mindegy. Már most megvan a nyertes, tehát maga a jövő is egyfajta ilyen igen? Absztrakt elvon. Akkor hagyjuk az egészet a francba. Vigyük haza, mi a vesz. Na mindegy, szóval 9 óra után jön a kérdés, jó? Nem lesz nehéz, Jánossal már itt gondolkoztunk, beszélgettünk arról, hogy mi legyen. És könnyítettünk. És könnyítettünk, igen, igen. Jó, úgyhogy nem lesz túlságosan nehéz. Na, de előtte 3-as ugrás játszunk, bár itt is van a játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Károly! Szerbusztok, sziasztok, minden reggel! Károly! Ezek szerint Károly, ha végigviszi a 3-as ugrást, igen. Akkor ugye megnyeri, nyertes lesz. Ha mondjuk elbukja egynél, akkor ő igen. Vesztes lesz. De ezt most még nem tudjuk, hogy mi zajlik. Tehát ő most egyszerre vesztes és nyertes? Feri, megfogtál. Ez így van. Egyszerre köszönöm. Nyertes. Köszönöm. Figyelj, Károly, Karcsi, Karesz, Károly. Hogy? A Károlyokat sose tudom, hogy hívjam. Igazából teljesen mindegy. Taxis. Az a legjobb. Na. Az a legjobb. A taxis. Te szereted a nevedet, hogy Károly vagy? Nem, igazából nem, annyira nem. Gondolom ezt. Ah, nagyon ilyen komoly. Igen, ilyen öreg uras. És a Karesz? Az. Karcsi. Na, az is, én meg még fiatalos vagyok. Igen, aha. Igen, igen. A Karesz az szerintem egy jó betűzési forma. Az laza. Legyen Karesz. Legyen Karesz. Mit csinálsz, Karesz? Taxisofőr vagy? Igen, általában igen. Úgyhogy most félreálltam ide egy utcába, megpróbáltam a legcsendesebb környékre, és rákoncentrálok a feladatra, ami elém vár. Az általában, igen, az mit jelent, hogy néha agyat is műtesz, vagy Igen. Én kényszertaxis vagyok. Soha nem szerettem a taxisokat, de hát most így hozta a sors, hogy nekem is taxit kell vezetnem. Szerintem a legtöbben egyébként ezt úgy csinálják, nem? Tehát senki nem azt mondja, hogy taxisofőr lenne, hanem megszűnik ez az, hogy csak ott vagy taxit vezet, és akkor úgy beleragad, nem? Hát nem tudom igazából, hogy kinek mi a története. Tehát mindenkinek biztos más. Igen, csak egy jogsi kell hozzá, én legfeljebb kényszer riksás lehetnék. Igen, tudnám tekerni. Figyelj, Anna írja itt nekem, hogy te tényleg vezettél hullámvasutat? Ez így van, egy nyáron átvezettem a hullámvasutat.
Ami tulajdonképpen annyira nem is nagyon vezetés, mert az ABS-t helyettesíted. A hullámvasútnak van első féke, illetve hátsó féke, és mivel tárcsafék, és a kerekei fémből vannak, ez csúszik a sinen. És akkor ilyen ABS mozgással meg kell állítani, vagy meg kell lassítani. Te voltál a bio ABS? Így van. És akkor elvégeztél egy hullámvasút vezetői tanfolyamot, és beültél oda középre? Nem, tulajdonképpen egy ilyen könnyű gépkezelői tanfolyam az, ami kell hozzá. Meg utána tényleg egy ilyen párnapos képzés volt ott. És ha jó napod volt, gyorsan mentek, ha kicsit untad, vagy fáradtoltak, akkor lassabban? Tehát, hogy tudtad csapatni, meg lassabban is menni, ahogy akartad? Ez így van. Tehát abszolút a sofőr kezeli a sebességet. Éppen ezért én egyszer ki is siklottam vele. Ültek mögötted? Ültek, az volt a baj, hogy igazából csak a hátsó kocsiba ültek, és az első kocsi túl könnyű volt, és az egyik kanyarnál egy picit kiszaladt. És akkor mi van, megálltok az emelkedőn, te visszarakod a kocsit? Lesétálnak. Lesétálnak, és akkor mi azt másnap raktuk vissza, mert elég nehéz. Szóval értitek, gyerekek, hogy lesétálnak a hullámvasútról, tehát hogy azért... Ez egy ilyen konstrukció, van benne kaland élmény. Én nem azt mondom, hogy olyan kell, hogy Japánban, meg Amerikában lehető legmagasabb, meg 60 méter, de elnézést, kisiklott a hullámvasút, tessék szépen itt a sineken lesétálni, de óvatosan, mert ha valaki leesik, az nem biztos, hogy túléli. És tényleg át kellett minden reggel nézni a hullámvasutat? Valakinek volt egy ember? Végig kellett rajta sétálni, tehát minden reggel végig sétáltunk a pályán. Aha. Megnéztük, hogy van-e esetleg valami szemét, vagy egy bármi, ami esetleg ott ragadt előző napról, és akkor utána végigmentünk rajta kocsival. És jobb napokon hányszor kellett lemenned a hullámvasúton? Vagy fölül? Ezt soha nem számoltam, de szerintem egy olyan 30-40 alkalommal biztos. És borravalót kaptál? Volt olyan, hogy valaki jött, és ezt összefúvalt, jól érezted? Sajnos nem, viszont aprót találtunk folyamatosan lett a hullámvasút alatt, azt összeszedegettük. És olyan volt, hogy valaki láthat, hogy nagyon fél, és akkor kicsit jobban csapattad? Szerintem nem. Nem csináltál szerintem ilyet, hogy láttad? Szerintem ilyen nem volt. Hát pedig neked már elég magas lehetett az inger küszöböd. Tehát, hogy ez még nem is olyan gyors, nem fékezek. Hozzá lehet ezt szokni, jó munka. Na jó van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Menni fog? Menni. Na nézzük, jó? Na nézzük, menni fog. Így szól az első kérdés Erikát nyakbalkasztóért. Melyik a legkisebb címletű forgalommal lévő eurobankjegy? Az az 5 eurós. Az 5 eurós, és így van. Pénzben jó vagyok. Hát egy taxisnak ezt kennie vágynak kell. Anna Mari azt írta nekünk SMS-ben, én imádnám, ha lenne egy Károlyom. Wow. Van feleség, vagy van párod, Karcsi Karesz? Hát, van egy asszonykám, most már egy 10 pár éve, úgyhogy most megtartanám. Megtartanád asszonykádat. Jól van, így szól a második kérdés dedikált Egér Alátértért. Melyik író hőse Schweik, a derék katona? Hasek. Ezt így is kell, ilyen magabiztosan kell rávágni. Így van, mehetünk tovább? Harmadik kérdés jönne, ha mehetünk. Menjünk, hát most vagy húz a szürke, vagy megdögrik. Ez igaz? Hát, ez nagyon bölcs. Így van, nem is tudunk rá mit mondani. Így szól a harmadik kérdés, Erikát sapkáért. Milyen rövidítés jelöli a gépjárművek kipörgésgátló rendszerét? ESP. Vagy ASR. ASR? Igen. Uh-huh. Az ESP, az mit csinál? Van olyan? Azt elektrik stabilizátor point, azt hiszem. Aha. De program. Igen. Az, ami villog. Igen, ez a pályaelágyásos balesetek számát hivatott csökkenteni, amiről te beszélsz, az ESP. Kicsúszás. Igen, inkább kicsúszás ellenvéd, nem kipörgés. Az meg kipörgés. Hát, pedig azt hittem, hogy ez neked egy óriási zicser lesz. Na hát, így jártam. Igen, hasonló egyébként az ASR-ESP, de az ESP az más csinál. Igen. Oké, hát Karesz, boom. Ott a boom még. A boom. Na, boomoljunk egyet. Beüzemeljük, jó? Úgyis régen működött. Jó, figyelj, indítjuk az ajánlót. Reméljük. Na, tiki-taki, figyelj. Boom. Hogy? Nem. Bum! Hey! Szép ív. Ez a járt. Hallom, megfulladtatok. Füstölni talált, csak nem ajándékot. Nem. Nálam se jelezik. Nem adott a szemét. Ez van, a legközelebb. További szép napot nektek. Sziasztok. Köszönöm a játékot. Ciao, hello.
volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó, megvan a kérdés, Jani? Meg. Nehéz? Nem, szerintem annak, akik nagyon akarják ezt, amely ezt azonnak, ez könnyű lesz nagyon ez a kérdés. Hát akkor búcsúzunk el az SMS faltól, kezdve. Az utolsó órában közlekedés senkinek küldjön. Jó, nem tudjuk megtalálni, mert akkor bejön egy 4-5-6-7 ezer SMS, közt egy az M3-ason őzik esélytelen, állósában teljesen esélytelen. Úgyhogy jön mindjárt a kérdés, és azzal meg tudjátok nyerni a meszt, jó? Mi pedig majd egy érdekes kísérlettel folytatjuk, mert ugye a mikrót elég sokan támadják mostanság, és olvastam egy érdekes kísérletet az interneten, ami arról szólt, hogy egy kislány, aki nagyon tiltakozik az a mikrohullámú sütő használata ellen, virágokat kezdett el locsolni. És a kísérlet lényege annyi volt, hogy az két ugyanolyan virágot locsolt. Aha. Az egyik virágra a vizet mikróval melegítette, majd hűtötte le természetes úton, és azzal locsolta a virágot, a másikat pedig sima csapvízzel locsolta. És azt akarta bebizonyítani, hogy az, amit a mikrós vízzel locsolunk, virág, az nem éli túl. És a kísérlet bebizonyosodott, egy héten belül két azonos körülmények között tartott virágból az maradt életben, amit csapvízzel locsoltak, a mikrós vízű virág az egy hét alatt kornyadozni kezdett, elszáradt és elpusztult. De ráöntötte a mikros vizet, vagy ki? Ki. Igen, csak de akkor igen. Nem csodálom. Nem. És ugye itt is megosztanak a vélemények, de a kísérlet érdekes, és szerintem megcsinálhatnánk, nekem vannak ellenérzéseim a mikróval kapcsolatban, hogy ez valóban így van-e? Jó, mehet. Én kíváncsi vagyok, én nagyon sokat olvastam most ilyen ételmelegítésről, például mikróval, hogy mi történik benne. Megmondom őszintén, hogy felét nettó baromságnak tartom, tehát hogy a részecskéket, a víz elpárolog, és mit tudom én, tehát hogy így fizikailag én nagyon nem érzem alapját. Van ez a műanyagos elmélet, hogy műanyagban nem melegítsé, meg kiolvad belőle a, nem tudom, a méreg, és belemegy a, hogy hívják be, a kajába. Érdekes kérdés, és hogyha a vizet ugye megmelegíted mikróval, visszaütöd, és azzal locsolsz, ha az tönkre teszi a virágot, akkor kezdek gyanút fogni. Úgyhogy ezt csináljuk, ebbe benne vagyok. Én ezt gondolom, hogy a régieknél, a régi készülékeknél ez előfordult, meg előfordulhatott, mindenféle ilyen dologról lehetett hallani, de ezek a mostani csúcskategóriás készülékek szerintem hát ugyanaz ilyenek. A réginél, meg az újnál is. Igen. Tehát, igen. Hogy az maximum a mérete lett kisebb, meg egy kicsit dizájnosabb. De szerintem a maga technológia is finomodott, erre a műanyagos kioldásos történetről meg csak annyit, hogy ugye vannak speciálisan olyan edények, amiken fel van tüntetve az, hogy mikróba valók, és azoknál szerintem elképzelhetetlen, hogy kiolvadjon belőlük bármi is. Tehát, hogy de visszatérve a készülékre, hát... Nem, én azt olvastam a mikróra egyébként nagyjából az a rossz, hogy megváltoztatja magát az ételnek a szerkezetét. Ugye nem történik más, mint hogy egymáshoz súrolja az ételnek a részecskéit, és maga azt kezd el hőt adni. Tehát nem a mikróban lesz meleg, hanem az étel részecskéi dörzsölődnek össze. Aha. A mikrohullámoktól. Tehát benyúlsz a mikróba, ott nincs meleg, nincs, a kajád nincs, mégis nincs, forró. Nincs, tehát nincs effektíve olyan hőátadás, mint a gáznál, vagy a villanynál. Így van. És összedörzsöli a részecskéket. És ezáltal, hogy összedörzsöli a mikro a kaja részecskéket, azért lesz egészségtelen, amikor te beviszed a szervezetedbe, mert hogy megváltoztatja, mit tudom, a DNS-ét az ételnek, és a szervezet kevésbé ismeri föl mind az ételt, mind a folyadékot, és ezáltal viszont felismerhetetlen táplálékot adsz a szervezetednek. És ez hosszú ideig csinálod, az betegséget okoz. Na most, ha virág elpusztult és kihalt, akkor lehet, hogy ezt érdemes lenne megpróbálni. Aha. Nem? Jó, mindenféleképpen csináljuk meg, mert volt már olyan internetes kísérlet, amit ugye mi végignéztünk, megpróbáltuk csinálni, és aztán kiderült, hogy kamu, hogy most egy ételben a részecskék rezegnek, attól az tönkre megy, vagy megváltozik, és a te szervezeted azt nem tudja feldolgozni, nehezen. Van neked valami fizikus ismerősöd, nem? Van, a Hartlein Károly, beszéltünk vele egyszer. Nagyon jó fej, és az a helyzet, hogy sajnos sokkal jobban ért a fizikához, mint mi itt három. Ezzel még vannak így egy páran, igen, a fizikához, igen. Jó, csörögjünk rá, ő el tudja mondani azt is szerintem, hogy mitől meleg a mikrós étel, tehát hogy működik a dolog, meg szerintem azt is el tudja mondani, hogy ez rombol-e vagy sem. Engem csak az érdekel, hogy használd a gyereknek, vagy ne használd. Jó. Magamat mérgezem, az egy dolog, de hogy a gyereknek. Ugye? Nem? Hát az a lényeg. Hát nagyon azért, fontos, nagyon fontos, de és éppen ezért azt javaslom, hogyha esetleg a virágos kísérlet nem elég meggyőző, akkor két hasonló testalkató emberrel játsszuk el ugyanazt. Ugyanazzal a táplálékkal az egyiket gázon melegítsük meg, az egyiknek a kaját a másiknak mikróban, és ha esetleg elsorvadna a teste annak, akinek a mikróban melegített kaját adjuk egy vagy két hónapon keresztül, akkor biztos, hogy rossz. Igen, akkor mindenféleképpen rossz. Jó, na jövünk vissza, mindjárt jön a mezes kérdés is, jó, nem lesz túlságosan nehéz. Ha valaki még nem tudná, esetleg egy Real Madridos mez van a birtokunkban. Krisztián
Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane és Puffy Ronaldo aláírásával, hátul Cristiano Ronaldo, elől Puffy Ronaldo és Zidane aláírása. Egy kérdés jön, SMS-ben kell majd elküldeni a választ, és valaki megnyerheti ezt a pólót. Jó, mi jövünk a hírek után, 6 perc van, pontosan 9 óra. 9 óra múlt 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, Jani, Feri, hello. Sövi. Hello, sziasztok. Hello, jól vagytok, sziasztok. Gyerekek, nagy a baj. Na, lehet, miért velem van a baj. De mi van? Velem van a baj, ha meghallgatok egy-két reklámot, és mindig más jut eszembe. Tehát meghallgatom ezt a fuvolázás furcsa harántartásban. Tehát miért van az, hogy egy messzelen nőt látok térdepelni a parkettán? Mert egészséges férfi vagy, ez. Igen, de tényleg nem tudom helyre tenni ezt a fuvolázás kemény fizikai munka, a fuvolázás furcsa harántartásánál. Tehát nem tudok elvonatkoztatni. Bennem van a hiba. Hát, nézd, én már korábban is láttam képeket a művésznőről, és nekem nem kellett. Nem rá, nem, nehogy Isten őriz, nem belekapcsolatot, csak ahogy mondja, nem is akarom tudni, tudom, hogy ki ő, de nem rá vonatkozik ez, hogy őt látom ezt, nem. Csak, hogy a fuvolázás furcsa harántartásánál valahogy becsukom a szemem, és mindig ezt látom. Nem tudom ezt megszokni, hogy a fuvolázás kemény fizikai munka. Tehát, hogy ez egy nő szájából azért így, nem? Hát meg van még a kőtörés, de az nem annyira nehéz. Kőtörés. A kőtörés, az nem annyi, a fuvolázás nehezen. Az milyen póz a kőtörés? Nem ismered? A két farpofával a romp. Mennyire maradjak francia vagytok? Kavics, francia kavicsot szól. Francia trazsé. Francia kavics, ezt úgy mondják. Jó is az. Jaj, gyerekek, na jó van. Jöjjön a kérdés, amire mindenki vár. Jani. Okoljanak téged, utáljanak téged, haragudjanak rád. Vállald át ennek az ódiumát, mondd te a kérdést, jó? Én csak egyet kérek tőled. Hogy mondjam a kérdést? Nem. Hogy olyan kérdés legyen, amihez nem kell feltétlenül internet közelben lenni, hanem tudhatja az is, hogy tudni fogja. Reál vagy Cristiano Ronaldo rajongó, de nincs internete. Aki erre a kérdésre nem tudja választ, az nem Cristiano Ronaldo rajongó. Az nem érdemli meg a meszt. Köszönöm, hogy ezt te mondtad ki. Szívesen. Na mondd. Na. Hányas számú mezben játszik Cristiano Ronaldo a Real Madridban? Gyerekek! Mi? Hát, megmondom neked, várjál. Azon nincs rajta. Nincs rajta ezen a szám, de kár. A laikus, hagyj engedve. Na, ennyi. Ennyi. Jó. Miért hozzá? Tehát, hányas számú mezben játszik Cristiano Ronaldo a Real Madridban? SMS számunk 06 70 645 00 1 az aranylabda díjátadó gálát megjárt Cristiano Ronaldo, Puffy Ronaldo és Zinedine Zidane aláírásával ellátott Real Madridos mez a nyeremény. Barátainak csak Zizi. Zizi, igen. Ezt tudjátok megnyerni, és állítólagosan útban van ide egy Bayernes mez is. Franz Beckenbauer és Ribéry aláírásával. Ha az is meg lesz, azt holnap sorsoljuk. De azt nem 9-kor, hogy azok is esélyt kapjanak, akik esetleg 9-kor már nem tudnak minket hallani. De egyébként Feri nagy kedvence Jupp Heynckes is aláírás. De jó. Hát figyelj, Heynckesnél Feri nem. Heynckes? Így van. Hát henkesszél, ha akarsz. Na, tehát ez a kérdés. Mond. Mi a baj? Hogy mi a helyes válasz, azt kérdezi a Viki. Mi van? Most mondja meg a helyes válasz. Te még ki akarod írni? Most neked megmutatom. Hát bőven ráérünk erre még. Ja, kérdez, hogy hányos, hogy tudják. Jó megoldás válasz, de csak 10 előtt hívjuk. Láttam, le tudtam olvasni a számára, hogy hanyas vagy te disznó. Hanyas vagy te disznó. Hanyas vagy. Na. Oké, megcsináljuk a tesztet, akkor elkezdjük, kipróbáljuk. Érdekel ez benneteket? Mert szerintem érdekes ez a dolog. Igen. Legyen így. Jó? Igen. Már is terméket, vagy valami más, most éppen mikrót tesztelünk. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gagyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, szedeges. Na, egy érdekes tudományos kísérlet, ami mi van? Szeretem az illatát, de ja. Most már kezd elítődni vele a helyiség. Nagyon egészséges. Ami nem dől most el, viszont érdekes. Egy internetes oldalon olvastam, hogy egy lány szerette volna bebizonyítani, hogy a mikrohullámos hűtő az káros. Ugye megosztanak a vélemények, van akik azt mondják, hogy igen, van akik azt mondják, hogy nem, használjuk nyugodtan. Elkezdett locsolni két virágot. Az egyik virágot mikrohullámos hűtőben megmelegített vízzel, amit aztán nyilván lehűtött, vagy kihűt magától, tehát nem azért pusztult el a virág, mert hogy meleg volt a víz.
a másik virágot pedig sima, hagyományos csapvízzel. És a kísérlet arról szólt, hogy a két virág közül melyik hervad el előbb, a mikrós víz, vagy a sima vízű, vagy egyszerűen csak, hogy tulajdonképpen hogy bírja a virág a mikrós vizet. És az a virág, amit mikrós vízzel locsolt, ám de ugyanolyan körülmények között tartott egy ablakban, két szobanövényről volt szó, olyan szobanövényekről, amiket naponta kell locsolni, ilyen például a snidling is. Így van. Kipusztult egy hét után a mikrós vízzel locsolt virág. Ha, meggyőz ez bennünket? Hát ez így önmagában nem, hogy ő azt mondja, hogy kipusztult. Locsolgassunk mi is, akkor egy hétig két snidlinget. Itt most többen felvetették már a hallgatók közül, igen, hogy az egy érdekes dolog lenne, hogy a másik vizet is felforraljuk, de azt rendesen vagy vízforralóval, vagy gázon visszahűtjük. Nem, de miért? Nem, ez nem kell. Miért? Nem. Mert lehet, hogy ott maga a forralt víz se jó a növénynek, érted? Tehát, ja, hogy mindegy, hogy forralod. Mert föl, hogy valójában a kísérlet arról szól, hogy melegítés versus főzés. Vagy hagyományos tűzhely versus nem. Van a két víz. Nem. Itt, hogyha eltekintünk attól, hogy mikróban melegítettük az egyik vizet, mondjuk azt, hogy gázon melegítjük, akkor van egy sima csapvizünk, és egy olyan vízünk, amit fölforraltunk és visszahítottunk. Érted? Tehát lehet, hogy ő nem attól döglik ki, hogy mikrós a víz, hanem attól, hogy fölforralták a vizet. Ezért mondom azt, hogy akkor változtassuk át gyakorlatilag úgy magát a kísérletet, hogy a hagyományos tűzhelyen forralt víz, illetve a mikrohullámban sütőben víz, felforralt víz. Igen, mert itt most egy nem forralt vizet, egy forraltal fogunk összeereszteni. Na jó, de a mikros vizet se forralod föl, csak megmelegíted, hát és lehet, nem forra víz, tehát nem lesz 100 fokos, nem? Tehát ez nem arról szól, hogy most csinálj egy 100 fokot, csak melegítsd meg a vizet, változtasd meg a víznek a szerkezetét, és azzal locsold meg a virágot, ugye, mert hogy a víz felvesz különböző szerkezeti alakokat, hát ezt már azért bebizonyították. Valójában a forralás lenne egyébként szerintem a teljesen hiteles, mert hogy ugye a mikrohullámú van felforralt víz, és a tűzhelyen felforralt víz, az kb. Úgy, jó, legyen úgy hasonló. Mert ugye az sem mindegy, hogy ugye a mikrohullámú, mit tudom én, 600, 700, 800, hány watton melegítesz, igen, hány percig forralod, melegítesz, igen. Akkor felforralt, legyen a felforralt. Jó, a csapvíz egyébként fel van forralva. Jó? Mit tudunk a mikróról? Valójában egészségtelen? Mit mondanak fizikus cimboráit, Feri? Sem. Azt mondják, hogy az, hogy átalakítja a szerkezetet, meg ilyen, az nem létező dolog. Nem létező tehát, dolog? Nem lehetett, hogy a hús szerkezetét nem fogja. Meg a víz, mi az, hogy a víz új szerkezetet vesz föl? De a víznek van egy leírása, ami egy exakt dolog. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ott például elengedi az egyik molekula a másikat, H2O, hogy mondjuk a két hidrogén elengedi az egy oxigént, vagy azt mondja, hogy az lesz belőle, forralás után a H2O-ból HO2 lesz, nem lesz belőle HO2. Nem ezt jelenti, hanem hogy a víz tulajdonképpen egyfajta raktározó vegyületként működik, és meg tudod változtatni az információját, tehát amivel érintkezésbe lép. És volt egy japán tudós, ezt nem ismeritek? De. Egy japán tudóst ismerek. Őt ismerem. Egyet én is. Igen. Ez a Kawasaki Chuzima. Te hülye vagy te. De vízzel foglalkozik, azt tudom, hogy vele. Tudom, hogy miről beszélsz, hogy megváltoztatta, de gyakorlatilag... A Masaru Emoto, ő már beugrott. Így van, ő meg úgy változtatta meg a víznek a természetét, hogy pozitív dolgokkal és negatív dolgokkal is fel tudta tölteni saját bevallása szerint. Megmondom nektek őszintén, hogy mi ezt egy darabig alkalmaztuk, sőt, mind a mai napig van otthon egy olyan teáskannánk, amire föl van ragasztva egy egészségfelirat, és abból ittuk nagyon sokáig a vizet. Mindig abból szépen beletöltöttük, mert hogy elviekben a te pozitív kisugárzásod, a te pozitív töltésed, az megváltoztatja a víznek a töltését. Mert a víz gonosz? Tehát, hogy a víz alapból gonosz. Nem, a víz semleges. Ja, hogy semleges, és belerakod a pozitívat. Így van. Nem. Elmondom, mit csinált ez az ember. Megpróbálom, én olvastam végén a könyvet. Várjál már egy pillanatra, ne engedjük már ezt. Jobban érezted, hogy kicsattantatok? Igen. Tényleg? Igen. Azért csattanták ki, mert magadban ezt generáltad maximum. De a víz, boldog vizet ittál? Meg van a áradásnál szomorú víz jön, egyébként meg boldog. Már hónapok óta most egy olyanból iszünk, amire az van érve, hogy hízzel, Feri. És működik! Nem ezt csinálta, hanem ő azt mondja,
hogyha a víznek az apró kicsi mikroszkopikus kristályait lefotózod, akkor azok lefagyasztva egyébként a vízkristályok különböző formákat vesznek föl. És ha a vizet felruházott különböző üzenettel, mint például szeretet, vagy mit tudom én, megbocsátás, vagy bármi, akkor a víz fölvesz úgymond pozitív rezgéseket, és ezáltal a kristály szerkezete is megváltozik a víznek. És ez bebizonyította egyébként fotókat, döbbenetes a könyv, érdemes elolvasni. És amikor például azt írta rá, hogy nem tudom, hogy halál, vagy mit tudom, rontás, vagy háború, vagy Adolf Hitler, vagy bármi, ezt ő megcsinálta kísérletben, akkor a víz molekula, a víz szerkezet, az ilyen teljesen szabálytalan kristály szerkezetben állt össze, és ő ezeket fotókkal archiválta. Amikor pozitív üzenettel ruházta föl a vizet, akkor pedig szép, teljesen egészséges, jól kivehető kristály szerkezet bontakozott ki. És összehasonlítva a két kristály szerkezetet magad előtt, láthatod, hogy a víz egyfajta üzenethordozóként is működhet. Döbbenetesen érdekes a könyve egyébként. Jokusnyimó miti szóma? Vagy hogy csak hogy rákeresek a képekre. Jokusima miti szóma. Jézus Isten. Mondjad, hogy hívják. Igen, és a csepostás, ahol a csekkpénz. Adjál már. Hogy rá tudjak keresni a Google-ban képére. Emoto, mindjárt megmondom, ilyen Masaru, azt hiszem, de most igen, Masaru is szintén. Magas labda nektek. Masaru Emoto, a vízüzenete. Volt egy ilyen. És alternatív orvoslásban szerzett diplomát, baromi érdekes a pali, kaliforniai kutatókkal dolgozott együtt, és a vízmolekulák finom, mit tudom én, rezgéseit tanulmányozta, így tudom ezt nagyjából elmondani. És kiadott ebből egy könyvet, és ott vannak a vízcseppek molekuláris szintre nagyítóval felnagyítva, hogy milyen szerkezetet vesznek föl. És ezáltal te tudsz vizet programozni, amit a Jani is mond. Aha. Hogy fölprogramozhatod a vizedet szeretettel, és egy jobb rezgésű vizet iszol meg. Ez egy érdekes dolog, hát most ezt nem én mondom, tehát nem, most nem hozzám jöttek el az UFO-k, vagy raboltak el. Ezt az Emoto nevű emberke csinálgatta. Aha. Érdekes. Na mindegy. Vízrejtett bölcsessége. Na, azt mondom, ez a cím, a vízrejtett bölcsessége. Én nagyon szép kristályokat fotózott a bácsi, ügyes. Igen, és kristályokat fotózott. Jó. Oké. Most nyilván erről egy fizikus mást mond. De ez a pali meg lefotózta. Meglocsoljuk, elkezdjük ezt a kísérletet? Igen, igen. Engem érdekel azért ez a mikros dolog, hogy mennyire bontja meg a vízszerkezetét. A hallgatóink kedvére mondjuk el, hogy a Miulink elment, és vásárolt két cserepes nidlinget, és de a snidling nem virág, úgyhogy rögtön ebben a pillanatban már dőlik az egész sztori. Már a kísérlet beleköthető. Két cserepes nidlinget gyakorlatilag egy az egyben ugyanúgy néznek ki, ugyanolyan cserében vannak, ugyanolyan virágföldben, és ugyanolyan dús mind a kettő, bár az egyik egyre kevésbé dúsabb, mert Balázs folyamatosan fogyaszt be. Ez gyerekek, egészséges. Jó, oké, tehát kezdődjék a locsolás. Jó, ez most inkább semmi nem derül ki. Van a mikros víz, az az M betű, a mikros víz? Hát gondolom. Jó, most nem tudom megocsolni, mert hogy még meleg, megvárjuk, még kihűl mind a kettő, jó? Minden nap lefotózzuk a snidlinget, és megnézzük, hogy mit szól hozzá. Na, itt van a te drága fizikusod. Itt. Ó, hát van egy kis segítségünk, Hartlen Károly fizikus. Hello, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Nagyon fogtad a fejed az elmúlt percekben, ha hallottál bennünket? Az az igazság, hogy hivatalból is már csak azt kell mondjam, hogy fogtam a fejemet, mert annyi csacsiságot hallottam itt, hogy jó, hát Masaru Emotónál tessék panaszkodni, jó? Mit is szóma? Várjatok, tehát igazából ezt akár még csoportosíthatnánk is, hogy mennyi szamárság hangzott el. Az első dolog, ami szeretnék elmondani, hogy ti arra készültök, hogy tudományos igénnyel akartok valamit bizonyítani. Nem, mire? Kíváncsiságból, hát ez nem egy exakt dolog, mi nem fogjuk azt mondani, hogy ez így van, csak megnézzük. Na pillanat, tehát hogyha most nem egy exakt dolog, de megnézzük, így van, tételezzük föl, hogy két kimenete lehet ennek a dolognak, hogy vagy igazoljátok ezt a mikrohullámú dolgot, avagy nem igazoljátok. Így van. A helyzet az, hogy önmagatokkal szemben van-e elvárásotok, hogy jól csináltok a kísérletet. Ez az messziről indítjuk a dolgot, igen? Messziről indítjuk a dolgot, csak azért, mert ha azt gondolom, hogy a Morning Show-nak nem kis hatása van az emberekre, akkor azt mondom, hogy illene igényesen elvégeznetek. Remélem, hogy ebbe egyetértünk. Én nem tudom, mi a baj a pohárral, a mikróval, vagy a két darab snidlinggel, de szerintem maximálisan igényesen. Sőt, még arra is gondoltunk, hogy a másik vizet is forraljuk, majd visszamelegítsük. Tehát egyelőre nem érzem a hibát. Sőt, Balázs felváltva fogja legelni a két snidlinget. Te, mint fizikus, biztos találsz benne. Én igazából azt tudom mondani, hogy a kísérletek elvégzésének szabályaira, azoknak a módszereire már nem mostanában figyeltek fel a tudósok.
azt kell mondjam, hogy az 1700-as évek végén Francia Tudományos Akadémiában gyerekek, figyeljetek, ha valamit csinálunk, azt csináljuk az alaposan. Tehát egy akkoriban sokakat foglalkoztató dolog, egy bizonyos Messmer nevű embernek a dolgát kezdték el világvizsgálni. És igazából akkor elmondták, hogy a kísérletezésnek milyen szabályai. Jó, hát akkor azt mondd el, hogy hogy csináljuk. Mondd jó, meg igen, akkor. Jó, hát ugorjunk egyet a téridő kontinuumban, mert ez itt tényleg nagyon hosszú lesz. Én eddig jegyzeteltem, de mondd el, mit csináljuk. Tehát én azt gondolom, hogyha én csinálom, tehát engem megbíznátok, akkor a következőképpen csinálnám. Az első dolog az, hogy valamekkora számosságot, sokaságot kell tenni. Ez egy ilyen virág, egy olyan virág, hogy egy ilyen növény, egy olyan növény, az nekem kevés. Tehát 10-10, te így csinálnál, nekünk most egy van, indítjuk a kísérletet, egyen meg. Tételezzük föl, hogy akkor most, aki a kísérletet elvégzi, azt bizonyos tekintetben el kéne vakítani. Hú, de jó, Balázs! Aha. Tehát ez az elvakítás, ez azt jelenteni, hogy tételezzük föl, hogy mondjuk lenne 20 virágunk, a 20 virágot beszámoznátok, és én küldenék nektek 20 darab pillepalaszkot kétliteresen, amelyben... Na ezt nem fogjuk, na jó, ez az, amit nem fogunk megcsinálni. Jó, ezt nem fogjuk megcsinálni, ez egész biztos. Kezdjük igen. Máshonnan a sztori. Igen, mit hogy mondod? Működik a mikrohullámú sütő, igen, mitől lesz benne meleg a víz, mert ezt, amit te mondasz, ezt mi nem tudjuk megcsinálni, tehát a kísérlet nem lesz jó, de nekünk önmagában ez most elég erre. Értjük, hogy a tudományos ember szól belőled. Tudomásul vettük, ezzel mi nem tudunk mit csinálni. Na, tehát akkor ugye a mikrohullámú sütőben van egy magnetron nevezetű cső. Ez a magnetron nevezetű cső, ez úgy néz ki, ez egy vákumcső, amelyben elektronok körpályán keringenek. Egy másodperc alatt 2,4 milliárd körpályát írnak le. Ez azt jelenti, hogy van egy másik fizikai jelenség, amit ebből tudni kell, hogy a töltések, ha gyorsulnak, akkor elektromágneses hullámot hoznak létre. A körpályán való, egyenletes körpályán való mozgás az ugye világos, hogy az gyorsuló mozgás. Hát ebből következik az, hogy egy elektromágneses hullám keletkezik. Aha, értem. Na, és ez káros vagy nem káros? Tehát minket ez érdekel, hogy megváltoztatja az ételrészecskét, laikusként kérdezem én, mint egy nem felmérgesítve téged, vagy pedig nyugodtan ehetjük, használhatjuk már nem a mikrot, betehetünk neki gyereketet és melegíthetjük, kedves Károly. Az igazság, hogy én meggyőződésem szerint a mikrohullámú sütőben, hogy megváltozik a DNS, vagy nem változik meg a DNS, az tulajdonképpen tök mindegy. El is mondom neked azt, hogy miért, mert hogyha a DNS az arra szolgál, hogy a következőkben fölépülő sejteknek az örökítő dolgát viszi tovább. Aha. Én, amit megeszek, abból nem szeretnék örökíteni, én azt szeretném, ha bennem levő DNS-ek működnének. De az a cikk, amit ti olvastok, vagy olvastatok, és mi nagyon sokan olvashattunk, annak van egy nagyon érdekes, kettő mondatot fölolvashatok ebből. Persze. Na tehát, azt írja, hogy a tudósok eddig is hangoztatták, hogy a konyhák praktikus eszköze működés közben átalakítja az ételek DNS-ét. Aha. Na most akkor mi vizet akarunk a mikrohullámú, vizet akartok a mikrohullámú sütőbe melegíteni, fölforraljátok, majd lehűtitek. Szeretném megkérdezni, hogy hol van abban a vízben DNS. Ez csak te tudhatod, Károly. Hát csak azért mondom, mert hogy... Tehát, hogyha... Nincs, hát a víznek nincs DNS. Na de hát akkor ezek után mit fog a vízen elrontani? Na de van egy molekuláris szerkezete a víznek is, nem? Hát egy molekuláris szerkezete, na és akkor mi van? És hogyha, még mondhatnék többet is, van olyan is, hogy a vízmolekulák a vízben klaszterekbe rendeződnek. Ez mond nektek valami? Hát Károly, ne viccel. Hogyne, fel a flaszteren. Én a következőt mondom, tehát óvatosan akarok fogalmazni, mert nem akarlak benneteket megbántani, csak fölhívnám bennetek a kívülőt, hogy akkor, amikor az ember egy cikket elolvas, akkor már ötödikben elvárják az embertől, hogy szövegértése legyen. Aha, és hát gyakorlatilag, amikor azt írja, hogy a víznek a DNS-ét elrontják, mert végülis ez implicit ez van ebbe a cikkbe leírva. Nincs neki DNS. Na, jó, hogy felhívtunk, hogy megalázzál. Nem, az alázásról szó nincs. Én pusztán csak arra próbálok benneteket rávenni, hogy gondolkodjatok. Én meg egyébként, ha megengedtek még egy dolgot, hogy
Én szeretném elmondani, hogy akik ezeket a cikkeket leközölték újságot, azok az én ítéletem szerint tartoznának az újság olvasóitól bocsánatot kérni. Aha. Olvastad a Maszaru Emotónak ezt a vízbölcsességét? Hát, hogy elolvastam azt ebbe a formában, így nem mondanám. Tehát, hogyha megkérdezed, igen, meg. Aha. A könyv maga megvan. De érdekes, amit ír, nem? Hogy hát, akkor mitől vannak a különböző kristályok? Körülbelül annyira, én számomra körülbelül annyira hiteles, mint amikor valaki a képernyőn mondjuk ilyen lézerkardokkal csattog, és ugye amikor összeütnek két lézerkardot, akkor ott még szikrázik. Tehát ebbe a kategóriába. Ez a baj veletek teszem, fizikusokkal, tehát, hogy mindig csak azt hiszitek el, amit láttok, ezért tart. Nem, az sem hiszi el, látod, ez a baj veletek. Ebben a formában az, hogy ez a baj veletek fizikusok, azt hiszitek el, látok, ez így ebben a formában nem így működik. Túlságosan szemellenzősök vagytok, ez a baj. Tehát akkor nyugodtan mondhatom, hogy nem egyedül én vagyok elfogult a másik oldallal. Igen. Fantasztikus volt, nagyon szépen köszönjük a segítséget. Köszönjük szépen. Azért egy dolgot mondjuk, hogyha még itt vagyok, igen, hallgatok. Én azért azt mondom nektek, hogy azt azért úgy meséljétek már a hallgatóságnak, hogy ez a kísérlet, amit ti el fogtok végezni, ez nem több játéknál. Jó. De ebből túl komoly dolgokat ne vonjanak le. Én azt hiszem, a hallgatók, akik hallgatnak bennünket, azért ezt nagyjából ismerik. Károly, nagyon szépen köszönjük neked. Köszönjük szépen. Köszönjük. Közferi! Bocs. Na, jó volt ez. Közferi! Bocs, rátok. Kösz szépen. Azt, egy hivatalos embert akartok, a tudomány igen, alapjait akartátok. Ott volt a tudomány alapja? Ott volt. Na, igen, kivakít meg akkor, hogy le tudjam locsolni ezt a rohadmányos nidlinget, kiszúrja ki a bal szemem, kiszúrja ki a jobb szemem. Elvakítani. Aha, tehát nem végleges vakítás, csak elvakítás. Számomra egyébként tök tanulságos volt, és egy csomó dolgot ismerősként is üdvözöltem, így újra a Magnetront is ismerem, például az X-Men filmekből. Látod, hogy a fizikából miket vesznek a filmek? Hát bizony, bizony. Magnetront. Nagyon. Gyerekek, hát nem érthetünk mindenhez, hát van ez így. Na, akkor lehűl a víz, mi locsoljuk. Így van. Hogy ez most nem 100 nidlinget locsolunk, csak 2-t, ez legyen a mi hibánk, de mi akkor is elvégezzük ezt a kísérletet. Mert mi kíváncsiak vagyunk. Föltesszük majd a fotókat első nap, második nap, harmadik nap, és megnézzük. Ez egy sima snidling, meddig marad életbe felé? 2-3 hétig. 2-3 hétig életbe marad. Egy deci vizet kell neki adni naponta, ha átültetnénk, akkor sokáig, de így jó. Na most bocsánat, közelítsük meg a dolgot tudományos igényességgel. Ferenc, nem mondhatom azt, hogy 2-3 hét, hiszen 2-3 hét között, 2 hét között pontosan, és 3 hét között. 7 nap a különbség. Nem ezért mindegy. Utáltam mindig a fizikát, gyerekek. Ezért utáltam, mert bejöttek ilyen típusú tanárok. Imádom Károlyt most, de gyerekkorban, ha így mész be egy fizika órára, hát a gyereknek föláll a haja. Játékosan kell, vidáman kell, magyarázni kell, kísérletet kell mutatni. Az egészet megkezdheted, itt bejössz, és ezt így leadod, hát a gyerek 40 perc után haza akar menni. Na most ő az a férfi egyébként, aki pontosan ilyen fizika órákat tart. De jó, na de jó. Akkor csak jó. Azt nem tudom, hogy most mi történt vele. Valószínűleg kicsit nem megpiszkáltuk. Szerintem őt ez a kísérlet. Kicsit súlyos volt. A kísérlet szó alkalmazása felhúztam. Nem, érezte, hogy itt erős kettesekkel van dolga. Tudta, hogy minket nyugodtan alázhat, mert nem tudunk válaszolni. Aki csak Lébecolni járnak be a fizika órák, hanem mindegy, ez van. Figyelj csak, az lehet, hogy nem zabálod fel a tesztalanyokat? Bocsánat, igen. Igen, tedd már meg, Léci, vagy pedig egyél a másikból is, mert egyre kevesebb az egyik bokor. Igen, minden, ami most... él, minden, ami zöld, az nekem nagyon jó. De hogy neki van lelke, az egyiket van, megtépted, a másikat nem tépted meg, a nem megtépet nyilván jobban fog nőni, mint a megtépet. Így van, erről többet is olvashatsz a híres japán természettudós, ha beszarok, kiviszi ki. Ha beszarok, kiviszi ki. Nagyon jó. Hogy nektek komolyan némi tudományos bölcsességet tágítani, a meglehetősen szűklátókörű kispolgári létezéseteket egy magasabb szintre emelni Maszaru Emotóval, a beszarú kiviszi ki, hát ezért tart itt ez a világ, mert nektek dr. Maszaru Emotó semmit nem mond a vízrejtett bölcsességével. Még mindig ott tartotok, hogy beszarú kiviszi ki. Ugye? Ahelyett, hogy tudnád a víz rezgését, programoznád és azt innád rendesen. Ah, jaj. Mm. A DNS-eket, ami nincs benne. Mint ezt idióták. Aha. Mit hozott, Helosana? Mit hozott a Titus? Megjött a Bayern Merz! Hoppá! Gyerekek! Na, ez már az én méretem. Franz Ribéry... Nem már. Beckenbauer. Franz Beckenbauer, Ribéry és Feri Kedvenc játékos. És lőlem-flöttyen aláírásában. Gyerekek, van egy eredeti Bayern mezünk is, ami legalább annyira értékes, mint a Real mez, mert ezért meg a Bayeresek ölnek, úgyhogy ezt holnap sorsoljuk. Jó? Franz Ribéry, vagy Ribéry, vagy oké, csak igen. Ribéry és Franz Beckenbauer aláírásával.
Egy gyönyörű, gyönyörű mecc. Kösz, Titus. Titus megszerezte ezt is. Az aranylabda díjátadó gálát járta meg. Mi, ő is ott volt? Nem, a mez volt ja, ott. Ja, azt hittem. A mez volt ott. Itt van. Lefotózunk, fölveszünk. Bayern München. Jó? Ez holnap. Ja. Most mi van? Biztos ekkedén megmutat ereket. Elől hátul a messzi. A kifejezést tettek itt, hogy gyerek velem szerint Bayern München. Érted, hülye. Nehogy azt számít, bedurrancsunk valami mást. Na jó van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó? A mez itt van, hamarosan gazdára talál, és hívjuk a nyertest. A nyertest. Igen? Köszönöm, ezt a szót kerestem, igen. Kérdés még egyszer esetleg? Jöjjön még egyszer a kérdés. Hányas persze? Számú mezben játszik Cristiano Ronaldo a Real Madridban? Iszonyatosan nehéz. Borzalmasan nehéz. Jó, jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk mindjárt a szünet után. 7:10 múlt, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, és mindjárt mutatjuk a nap legjobb pillanatait, ugye? Akkor Bayern mersz holnap? Holnap. Jó, az legyen holnap. Ki most a szóvivő legyen itt az asztalomon a száma, hívjuk föl, jelentkezzen be, mondja el. De aztán kiderült ugye, hogy volt. Tehát, hogy volt, volt kezelő, szóvivő is volt, és kezelő is volt, középen ült, ugye beszéltünk egy hallgatóval. Ő fékezett, lassított pedállal. Tehát rendes fékpedál volt. Aki egyszer ki is siklatta, véletlenül a szerelvény. Kicsit túlhajtotta, igen. Na jó van, hívjuk akkor a meznyertest, jó? Yeah. Reméljük nagy lesz az öröm és jó helyre megy. Holnap pedig Bayern mez sorsolunk. Egy csomó híres ember a rejlésre van. Hát ne somoljuk. Franz Ribéry. Az bizony, hello, jó reggelt, ki vagy? Hello, reggelt, sziasztok. Ki vagy? Jóci vagyok. Jóci! Hello, Jóci! Szia, Jóci! Sziasztok! Jóci, írtál nekünk SMS-t, ugye? Jó helyet, jó helyen vagyunk. Nagyon sokat írtam nektek, igen. Sokat írtál, igen. Na, mi volt a megfejtés? A kérdés úgy szólt. Hányas számú mezben játszik Cristiano Ronaldo a Real Madridban? Hetes számú mezben játszik. Hey! Hey! Gyerekek! Ti vagytok az istenek. Meg... Hát nagyon boldog vagyok, nagyon boldog vagyok. Megkönnyezted ezt a dolgot, jól hallom? Ez így van. Ez így van. Nem számítottam rá, de valahol tikkor reméltem, hogy engem fogtok hívni. De édes vagy. Hú. Ritkán. Köszönöm szépen. Na ne viccelj, örülünk. Ritkán sír hallgató a vonalban, leginkább az örömében. Nem sírok, csak nagyon boldog vagyok. De jó. Tiszta Ronaldo. Igen. Igen, Ronaldo. Inkább Sergio Ramos, de Ronaldo. Igen. Istenek vagytok, tik is, meg ők is. Így van, Szőlősi Gyuri a 442 magazin főszerkesztője. Nagyon szépen köszönöm a Szőlősi Györgynek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhozta. Mióta vagy Reáldrukker? Reáldrukker, hát egészen kicsi korom óta. De hát mióta az eszemet tudom, igazániból olyan 10-11 éves korom óta. Komolyan? Most vagyok 32, igazániból Real Madrid Drukkerből teljes mértékben, teljes szívvel. De jó. Hú, gyerekek. Reszket minden. Hát és majd te megfogod a mezt, rajta van Ronaldo aláírása, a Pufi Ronaldo-é, Zinedine Zidane aláírása, kész leszel tőle, gyönyörű. Jó, lehetek pofátlan egy kicsikét? Na. Írjuk és aláírnátok egy pici kis kártyát, hogy valamit, hogy tőletek is legyen valami. Hát figyelj, most a mez van itt nálunk, ha... Akkor nem veszek pofátlan a mezt, azt nagyon szépen. Elférünk Ronaldo mellé, de ne rondítsunk bele a mezbe. Kártyára. Azért mert én a mezre nem írnám. Jó. Balázs kardigányát találjunk. Nagyon szépen köszönöm. Igazán nincs mit. Ramosként írtad alá. Így van, Sergio Ramos, ő az Isten. Ő a kedvenc. Így van, ő az Isten. Voltál már Real Madrid meccsel? Nem, de hatalmas álmom, hogy a Bernabeu-ban egyszer élőben megnézek. Majd mondtam, addig nem fogok meghalni még egy Real Madrid meccsen a Bernabeu-ban élve végig nem nézek. Hát igen, ha valaki ekkora rajongó, akkor egyszerre oda valahogy össze kell gyűjteni, el kell menni. Jól van, örülünk, hogy jó helyre ment. Most azt gondolom nagyon. A lehető legjobb helyre ment. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, hát sajnálom az összes többi hallgatótól, elnézést kérek. Tudom, hogy mindenki de ez most jó helyen ment. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem még ma vagy maximum holnap megkapod. Futár megy, majd hívnak téged, hogy mikor vagy otthon, hogy egyből a kezedbe menjen a mez. Jó? Nehogy elkavarodjon. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Oké, ciao. Sziasztok. Hello. Vamos Miklós. Csabikám, hello. Jó reggelt, szevasztok. Nagyok vagytok. Jó helyre mentem ez. Mutasd már meg a mezt. Ha nem titkos, hadásom mielőtt kigülditek.
Vamosnak. Kérlek szépen, szerintem ő a Pufi Ronaldo. Aha. Ő Zidán, ugye? Írt, igen, és ő... A síros Ronaldo. Ő igen. A Cristiano, mert ebben valami C betű, és akkor ha. Ő... Tessék, fogd meg. Szép, meg hát azért tényleg, aki szereti a focit, meg aki rádrukkel, annak azért ez egy nagy relikvia. Jó, és csak mondom, hogy Bayern mezünk is van, ez ma futott be, úgyhogy holnap pedig egy Bayern mez sorsolunk, de holnap nem 9-től, hogy azoknak is legyen esélye, akik 9 után már nem tudnak hallgatni, vagy 7 után, vagy 8 után lesz majd a Bayern meznek a kisorsolása. Beckenbauer, Ribéry és... Beckenbauer, Ribéry. Jupp Heynckes. Jupp Heynckes? Aláírásával. Jupp Heynckes. Jól van. Na jó, van, hívjuk a naphallgatóját is, Anna, ha már itt vagy. Mit szólsz? Nem locsolsz? Vagy még nem, meleg a víz? Nem, a víz, nem. A sima víz egy kicsit túl lett melegítve, hogy meglocsoljuk adás után. És ez nem tudományos, érted? Hogy kihűtjük a vizet. Hát figyelj, tudom. Az öregnek nem volt semmi jó ma. Mit csináltunk? Úgyhogy... Mi voltunk a főpont? Gaga! Az bizony, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Ez még divat, hogy valaki ilyen zenét tesz a csöngésére? Persze. De milyen jó módszer? Mert így egyből tudja, hogy az ő csörög. Uh-huh. Ja, hogy hallgatod a rádiót és megismered, hogy a te dalod szól. Látod, ezért nem mozgok én együtt soha divatokkal, mert ezek csak jönnek, mennek, érted ezt? Igen, a te pulóvered örök. Így van, egy örök dal. Nem írtad alá, hogy hívnak, hello? Jenő. Igen. Hello Jenő, jó reggelt kívánok neked Jenő. Hol hallgatsz minket Jenő helyileg? Martonvásáron. Jenőként, te vagy a naphallgatója. Egy gyönyörű szép ajándékcsomag, meg plusz még egy-két ajándék jár neked, jó? Köszönöm szépen. Már munkában? Igen. Mit csinálsz? Örködök, biztonsági örködök. Biztonsági őr vagy. Jó van, küldjük az ajándékcsomagot neked is, jó? Rendben, köszönöm szépen. Ciao, hello. Csabikám, mi ügyseg? Minden a legnagyobb rendben. Képzeljétek el, ma reggel felkeltem 6-kor, ahogy szoktam, beöltöztem a futószerelésemben, kimentem, és addig nem húztam fel a redőnyt, csak amikor kiléptem az ajtón, vettem észre, hogy esik az eső, és még soha életemben nem futottam esőbe, és nincs is hozzá szerelésem. Uh-huh. Így aztán ma csak ilyen szaletli torna maradt. Azt hittem, esernyő alatt futottál. Nem. Csókoltál a nagy szobában? Négy ütemű fekvő támasz? Vagy mi volt? Körbefutottad a nappalit? Nem, de tényleg az volt, hogy a szaletliben ott húzóckodtam egy kicsit, meg ilyen fekvőtámasz, meg mi ez a guggolás, tehát a pulzusszámot megnöveltem így is. De lehet esőben futni? Hogy a fenébe, lehet is, kell is, aha. Kell is? Na ez jó. Ne tartson vissza, legyél hardcore futó. Oké. Okay. Gyerekek, én minden reggel a szaletliben ébredek, tehát utána átmegyek a szalomba. Nekem nagymamám mindig rakott a lekvárva a szaletli. Gyerekek, egy jó szaletlis pite, nem? Hát azért a... De ez milyen jó szó, nem? A szaletli, hát annyira régi, hogy az valami elképesztő. Ez a milyen kis ginti faházak erdben? Az a szaletli. Igen, nincsen fa, hanem ilyen gerendákon áll. Nem, hát egy ilyen gerendákon áll, beraknak alá sütőt, vagy valamit, az a szaletli. Igen. Be lehet oda ülni, egy kicsit nyáron árnyékot. Szaletli, szabadtéri edzőterem. Az. Óriási. Na jó, milyen zenéid lesznek, Csabikám? Nem zenéid? Robbie Williams. Wow. Jön, aki bevallotta, hogy nagyon sok függőségem van már túl, ugye volt, amikor nagyon sokat evett, volt, amikor nagyon sokat ivott, volt, amikor nagyon sokat drogozott. És most állítólag mindenről leállt, de most a kislányának a hatására tévéfüggő lett. Úgyhogy állandóan tévét néz, és hogy imádja ezeket az időket, de hát lassan neki is fel kell kerekedni, el kell hagyni a tévészalont, vagy nem tudom, hol van a tévé, lehet, hogy a szaletében, hogy elinduljon a turnéra. Szatellit. Igen, mert hogy ugye április 25-én jön majd Budapestre, és itt indul nálunk a turné. Komolyan. Mi leszünk a bejátszóból? Így van. Na megint kínkísérletez, vagy olcsóbb szettet hoznak, vagy rajtunk kísérleteznek. Nem, itt erről szól, hogy megtiszteli a magyar rajongóit, hogy itt indítja el a turnéját. Gondolom. Ennek nem stratégiai okai voltak. Itt levőre a szertlistán. A magyarok is múltkor. Hogy van ez, egy popstárnak gyerekkel születik és rászokik a tévére? Hétköznapi embernek gyereke születik, az 3 évig nem néz tévét. Nem alszik, nem eszik, csak kell, nem. Neki megszületik, hogy rászokik. Nem, te totál ellentmondás. A gyereket születik, mindenre van idő, csak arra, hogy tévét dögöljél a tévé előtt, nem? De valószínűleg, hogy a gyermekkel együtt néz. Ja, hogy a gyerekkel együtt. Ilyen gyerekműsorok. Ja, már mi olyan, hogy a gyereke már? Igen? Hát most már szerintem másfél éves. Hát akkor viszont lehet. Az már egy jobb kor. Jól van. Na és tőle hozom majd az újdonságot, a Go Gentle-t. Meghallgattam ezt az új Swing albumot, egész jó.
Nagyon jó, mert hogy vannak feldolgozások, de a lényeg az, hogy rengeteg új saját dalt írtak, régió zeneszerző társa Guy Chambers visszatért mellé, és tényleg olyan dalok, amelyek vadi újak, és swing stílusban íródtak. Igen. Talán igen, érdekes, hogy őket vele kapcsolatban talán keveset tudják, hogy, hogy az első feldolgozás album volt a legnagyobb példányszámból elkelt albuma. Tehát nem is a saját dalokat tartalmazó albumai folytak a legjobban, hanem az előző feldolgozás album. És ő indította el az egész swing mizériát, meg swing divatot annak idején 2005-ben, mikor megjelentette azt a lemezt, és utána jöttek a szépen sorban a többiek. Na jó, ez bennem érdekel. Csabi, jön a kívánság műsorra. Legalább őszinte. Jó, érted, valami info saját műsorra is. Ne lőj el minden puska posta, még csak most indulsz, hosszú az 5 óra. 555-55-00, ez a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Sziasztok.